Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok, sziasztok, megérkeztünk máma kézétérpi live-unkhoz, hello, 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 na, hát kicsit tudom máma, nincs hang, ja, de van, hello, 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 csak fő kéne hangosítani, sziasztok, sziasztok, szia Áron, szia Laci, szia Nexus, hello, hello, Discord értesítés, már volt, szuper. Hello, hello, hello. Szia, Márk! Hello, hello. Bekapcsolom a kis ventilátoromat, mert melegen van így a live elején. Teljesen ki vagyok borulva. Hello, hello! Volt ma videó. Lehet azért késik az értesítés. Majd kiderül. Köszi, Zolikám. Tudom, hogy te megnézted. Kedves vagy. Hello! Sziasztok! Szia, Tóni! Szia, Zsolt! Örülök, hogy itt vagytok máma. Paperre még nincs megoldás. Azt, hogy mindig nem tudom megcsinálni. Jó vagyok amúgy, Anita, köszönöm szépen. Sziasztok, lesz majd az új grafika nem sokára elkészül, úgyhogy lesz majd minden. Új design lesz, az egész live új design fog kapni. Sziasztok! Várunk az értesítésre, és akkor elkezdünk játszani. Ma reméljük nem halunk meg rendőrök által. Jó lenne, ha tovább élnénk egy picit. Vagy sikeres lenne az akció, majd kiderül. Sziasztok! Hello Erik! Szia best friend for EQ, 0BMGOX, Olga, hello hello! Próbálok azért köszöngetni mindenkinek, de majd ha... Köszönöm Viktor, te állat! Hát a kezdő donator! Köszönöm szépen Viktor, kedves vagy. Köszönöm Mutko Viktor, hogy megvédte a komment szekcióba a Facebook oldalon. Azt hiszem, hogy te voltál az. Köszönöm szépen. Már ami a terv, Geri, meglátjuk. Bevezettünk egy új szabályt, így a frakción belül, majd elmeséljük nektek. Kedves vagy Viktor, köszi szépen. Új szabály, szia Tibor, új szabály. Tartsd meg az aprót, te mocskos állat! Elmondjuk nektek. Sziasztok, sziasztok. Örülök, hogy itt vagytok. Köszönöm Viktor még egyszer, a kezdő vadállat donator. Hát hihetetlen, meg se érkezik, de már küldi a pénzt. Köszi Viktor, azért jól emlékeztem. Szia Gábor! Örülök neki, hogy ide érté. Időbe! Szia Introdák! Szia Zolán! Cső Olivér! Szia Kevin! Hello, hello! Örülök, hogy itt vagytok. Remélem mindenki jól van, jól indította a hetet, a hétfőt. Névnapod van. Boldog névnapot kívánok. Sziasztok! Hétfő. Jó indult a hét. Hétfő az mindig olyan hétfős, ugye? Azt szokták mondani. Sziasztok, sziasztok. Xbox osztály. Jó játékot, Raúl, ha még fogsz. Még a mai nappal. Sziasztok. Valaki megsérkezik, de nyomja a lájkot. Köszönöm szépen. Most jött az értesítés. Örülök. Nem Fortnite-on. Az holnap van, mert holnap jön az új season. Jedi erejébe, Kevin. Hát most erre mit mondjak? Igen, Introdák, mindjárt elmondom, hogy mi lesz a változás, mit találtunk ki, hogy tudjuk tuningolni majd az autókat a későbbiekben. Szia, Habab! Hello, hello! Miért nem kellene meghalni? Mert tegnap meghaltunk, Kevin. A rendőrök megint lelőttek minket, aztán... Ja. Hello, Gábor! Cső, cső, cső! Szia, Attila! Várunk egy picit, még megérkezik mindenki. Várjál, Tihintap! Tihintap! Bocsánat, ha félreobastam. Hello, hello! Család, hogy van? Jól van, Bernadett, köszönöm szépen a kérdésedet. Remélem, ti is jól vagytok. Úgyhogy jó, jó minden. Szerintem, ahogy felész meg, az kórháznál vagyunk, Skirku, úgyhogy biztonságban vagyunk. Azért Zplay, mert nagy betűvel írsz, drága barátom. Van, bratva, új mafia? Tényleg Attila? Na, örülök neki, hogyha bővül itt a frakció, mert akkor több RP lehetőség van. Nincs vihar, Nikolett. Sziasztok. Nem OC, OC nincs semmi. Érted? Nem OC-zunk. GTA 5 Delon, köszönöm szépen. Örülök, hogy te is Attila vagy. Kevin, most csirkét kajáltam ugyanúgy. Csirke, meg brokkoli, meg... Ismertek Janosi Gergőt? Most ezt fogom fogyasztani a live-ba. Kitalálja ki, hogy mit árul Janosi Gergő. Én ma voltam kilenni, hogy baján. Örülök, Dávid Bence. Szép idő volt ma is. Köszönöm szépen. Homályos nál, akkor vedd föl, légy szíves a grafikát. Hello, hello, hello. Tudok csetet nézed, hogy az élőt nézem.
Köszönöm, TFK Channel! Hihetetlen! Imre Kónya meg tag lett! Hát hihetetlen! Hihetetlen! Tartsd meg az aprót, te mocskos állat! Tuti csúz! Így van! Imre, kérlek szépen e-mail címet írd le ide a leírás, vagy a chatre, jó? Tuti csúsz, hát azért vágjátok! Azért vágjátok! Gergő meglepett egy pár kartonnal, és akkor ezt iszogatom. Ugye olyan izom, mint az energiaitalnak, csak nincs benne koffein, úgyhogy nem dobok túl a szívem. Köszönöm szépen! Úgyhogy ezt isszuk. Mit akartam mondani? Igen, leírásban van egy csatorna, a TFK Channel, aki most donételt. Szerdán azért nem lesz live, mert náluk leszünk, az ő csatornájukon live-olunk, és figyeljetek, ott leszek a live-on, összerakjuk a gépet, és egy 600 000 forintos gépet fogok majd a csatornámon meghirdetni egy ilyen pályázat. Többet ér, mint az autó. Többet ér, mint a Peugeot. Hát most vagyok kiakadva. Többet! Elírtam a címet? GTA5RP. Tényleg. Köszönöm, hogy szóltál. Úgyhogy iratkozzatok fel rájuk, mert szerdán ott leszek, összerakjuk náluk ezt a számítógépet. Úgyhogy ja. Ja. Ott lesz a live szerdán. Jó? Összerakjuk a gépet, beszélgetünk. Gépet építek, én Iron Channel, én nem értek hozzá, ezért ők csinálják, én csak beszélek majd. Úgyhogy ők ajánlják fel, nem én, csak hogy ott összerakjuk náluk, és akkor én meg kisorsom majd az én csatornámon. Értitek? Így lesz. Szia, Eszti! Úgyhogy ja. Cyber nem komi, nem. Cyber a TFK channelnek az egyik tagja, ahova megyünk szerdán. Úgyhogy Cybert hallhatjátok szerdai live-ba. 4-kor kezdjük szerdán náluk, jó? Iratkozzatok fel hozzájuk, ott van a leírásba, és akkor összerakjuk a gépet. Ott megláthatjátok, akit esetleg érdekel, milyen alkatrészek lesznek a gépbe, ilyenek. Úgyhogy akinek van kedve, szeretettel várjuk a live-on. Illetve lesz nyereményjáték is ott live közben. Csaba, mit lehet nyerni? Hűtőt? Már nem olyan hűtőt, számítógéphez hűtőt. vagy nem tudom, Csaba, mit mondtál, de live közben is lehet nyerni valamit, jó? Úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel. Jól vagyok, köszönöm szépen. Induljon már. Hát várj, mi beszélgetünk? Bocsánat. Még így az elején beszélgetünk. Rendben, Claudia, isteltesen sokáig. Kompakt vízhűtést. Azt fogunk sorsolni. Szia, Ricsi! Szuper! Úgyhogy ja, iratkozzatok fel, és akkor ott találkozunk szerdán 4-kor. Testrész. Kezdem mindjárt. Csak kikapcsolom az én kis ventilátoromat. Nem zavartatok itt amúgy? Ilyen kis nyári ventilátor. Streamer ventilátor. Ja. Hello. Sziasztok. Jó volt a napom, köszönöm. Megyünk fel a szerverre. Kell nekünk egy szerver IP cím. Még rákészül. Még igen, Iron, még rá kell készülni. Még rá kell itt készülni. Elindulunk. Connected. Jó, kell nekünk user egy... Oké, és egy ilyesmi. Kezdő videósnak videóötletek? Hát videóötletben nem tudok segíteni, Slane. Neked kell megtalálni a saját stílusodat. Hogy hogyan is szeretnéd ezt a videót. És én mindig azt javaslom, hogy bemutatkozással kezdjétek. Meg hogy mire lehet számítani a csatornán. Megismerjenek egy kicsit a nézők benneteket. Ilyenek jöhetnek szóba szerintem. Na nézzük, az új grafika készül, reméljük a napokban is elérhetővé válik majd. Úgyhogy, ja. Igen, ez kórház haja, amikor nevet. Mármint milyen, Péter, milyen kórház? Nem hallani, Tihi? Jó, akkor nem kapcsolom ki, ha nem probléma. Nem, tényleg nem zug bele? Mert most kapcsoltam be, ha nem zug bele, akkor bent hagyom, mert melegen van tényleg. Itt a nyár. Ezt teljesen kivegyük borúva. BLS rep a hátvakaróval, így van. Kibontjuk a tuti juice-unkat. Éjjesze már. Hello, Geri, jól vagyok, köszönöm szépen. Tuti juice-t iszunk. Janosi Gergő meglepett minket. Nem halljátok. Jó, oké, akkor köszönöm, akkor bent hagyom, jó? BLS
a házba, gyászba. Imre, jól vagyok, köszönöm szépen. Vannak nehézségek, most éppen egy jó hírt kaptam. Kaptam egy jó hírt. Adó többletek keletkeztek. Fizettem itt a katás vállalkozást, aztán ugye a vírus miatt pár hónapot túltoltam. Pedig beleestem én is abba, hogy ja, nem kell. Úgyhogy most kaptam ezt a jó hírt, bejelentkezés, rendben, de ezt a kisebbek nem értik, csak a nagyobbak. Na, itt tehát tudti juice már, finom, rászoktam én is teljesen. Na, kell nekünk egy reset hád. Igen, Matyikácska már írt is. Tokovaib kell nekünk még. Vagy TS. Hello, CV. Már itt újságoltam az új grafikát a nézőknek, hogy lassacskán elkészül. Köszönöm szépen a munkádat. Most megy a buli, persze introdák, persze. Nem, csak így meglepődtem, azt hittem, hogy én nem esek bele ebbe amúgy. Szóval most először hasznosult a szakmám. Na, habab, látod? Hát tök jó! Nagyon fontos, hogy az adózást tanítsák az iskolában, amúgy én úgy gondolom. Na. Aj, Fizi, de jó! Holnap Fortnite lesz, mert új season jön. Megyek az autómmal. Jaj, azt hittem elütnek. Csak Sízi majd beállítjuk, légy szíves, mert tudod, mondtam, hogy buta vagyok hozzá. Teljesen ki vagyok borulva. Köszönöm szépen, Angela. Illényi, Angela, bocsánat, ha rosszul mondom a neved, ne haragudj rám. Nevekkel néha bajba vagyok itt a cseten. Emlékeztek, régen itt volt a... Itt volt régen a hotelünk, ugye? Még amikor Tonyton kaptuk, hogy... Ja nem, máshol volt, de itt is volt. Szia, Bálint, minden oké, köszi. Igen, Tamás, ott leszek Budapesten, a közönség találkozón. Várlak titeket sok szeretettel. Köszi. Az élet majd titeket megtanít a dózni? Hát sokszor még a könyvelők se tudják, hogy mi újság van. Főleg emlékszem, amikor bementem, hogy én youtuber vagyok a naphoz. Ezt néztek. Na milyen itt van? De hát ugye a könyvelőnek kell tudni. Na, melyikkel menjek? A Peyote-val megyek. Ezta! Nem hallottam. Igen, bátya, megyek. Majdnem meghúztam itt az autót. Én most nem megyek arra, ne haragod. Hihetetlen. Jó. Készlet. Péter, feltöltöttem a készletet. Feletem. Szép jó napot, uram! Nekem egy picikét segíteni, nagyon szépen megkérem. Persze, miben tudok? Hát rosszul lettem, aztán kórházba kerültem, de vissza kéne mennem a favágó telepre, hogy tudjak pénzt keresni egy kicsikét. Favágó telepre, rendben van, uram, akkor hozok egy gyorsabb autót, mert ezzel, amire kérünk, az 5 év lesz, jó? Nagyon szépen köszönöm a segítségét. Na, elviszük ezt a csávót, jó? Ismerkedjünk. Majdnem meghúztam. Na, hozok az Audival megyünk. Jó napot, sziasztok! Nem tudtok valamit. Akkor az Audival megyünk, mert... Na, úgy rám kérje! Jajaj! Szálljon be, uram! Jó napot, szálljon be! Jövök. Kicsit le kéne most ezt az autót, mert koszos. Hát nekem így is tetszik. Köszönöm. Jelölje be, legyen szíves a favágót. Nem nagyon szoktam arra járni, hogy őszinte legyek. Ja, pillanat, még el kéne menni a fegyverboltba is, mert a baltán is el lett véve, de ezt kaptam valami sráctól 20 000 forintot. Rendben, akkor legyen szíves, jelölje be a fegyverboltot. Ez nem fog megkísérni minket, ugye? Nem fog kinyírni minket! Holnap lesz Fortnite, igen. Sikerült, mert... Vigyázni kell itt a zsarukra, mert a határon szeretnek kint lenni, mert ellenőrizik itt a járműveket, meg minden. És miért kelt kórházba az úr? Mi történt? Épp dolgoztam, aztán meghaltam. Voltam 1,3 millió forint is már, az is el. Hát de meghalt, akkor hogy lehet itt, uram, érti?
Hát gondolom, hogy meghalt, hát beszéltem, aztán kórházba jutottam. Hát szaladok, veszek egy boltát. Gondoltam, hogy meghaltam. Dani, a Fortnite cringe játék. Nem baj? Azt szokták rám mondani, hogy cringe vagyok, úgyhogy megszoktam már, érted? Kössebb a biztonsági jövét. Nem, Rich, mert holnap jön az új season. 6-kor kezdünk. Egy favágó telepet akkor legyen szíves, uram. De azt tudja, hogy az autó nem köszönömmel megy. Várjál, OOC, mondom, hogy... Olyat nem szabad! Nincs OOC chat. Hát nincs! Nézze meg! De meg mit áll mögöttük? Ja, piros a lámpa. Látom. Jó bejelöltem, uram? Ott van a favágó telep? Nézem. Aj, hát nem fogunk eljutni a favágó telepra. Nem ott van. De... Álljál már. Hol van? Mondom, hogy valami beszart, mert nekem nincs ott a blip a favágó telepnél. Hát ez az, hogy nem látom én se ott a koordinátán. Megkeresem, várjon. Hát hol a favágó chat? Hát egyszerűen nem tudom, hogy hol van. Elvileg a munkát elvállaltam. Akkor volt bent az önkormányzatnál, oda van írva önnek, ugye? Igen. Jó napot, uraim, el tudnának vinni, mert lefulladt az autó. Ja, mag persze! Persze, én... hogy ne! Ha megmutatja, hol a favágó, akkor elvisszük. Persze, ahova ott van börtönnél. Be tudja nekünk jelölni? Vagy magát hova kéne vinni? Egy lefoglaltakhoz, vagy hova? Nem halljuk, uram. Kórházba viszi az autómat, de jó. Kórházba vigyük? Na, de hogy is, nem vagyok halott. Ki tudnák szedni esetleg a jelölést? Mert nem tudom bejelölni, ne sikerült. Ja, ott van a favágó munka. Jó, köszönjük, mert épp ezt beszéltük, hogy nem tudjuk, hogy hol van. Rendben van, köszönjük, és önt hova vigyük? Nem mindegy. Hát egyelőre kapcsolatukat szeretnék ki alakítani a városba, illetve autókat szeretnék eladni. És ez az ön autója, ami lerobbant? Persze. És milyen árba megy egy ilyen? 1,8 milliárd. Ott van. 1,8 milliárd? Tehát nekem nincs annyi pénzem. Van olcsóbb autóm is. Esetleg érdekelni klasszikus, esetleg sportosabb. Mikor érkezett a várba? Elviszik, uram, akkor a favágóhoz. 7 hónapja lassan. 7 hónapja. Asza. Milliárdokról beszél nekem meg összesen. Énekelni nagyon jól. Milliárdokról? Elviszik ezt a két srácot, jó? Megnézzük. De hát uram, maga az előbb utánunk fordult a jippe. Azért néztem, hogy mi van. Én sem nem tudtam merre menni. Mi van nálunk, piszkos pénz? Akkor elkezdett füsteni az autóm. Inkább letértem az útra, mint hogy lefoglalják a közterületesek. Ja. Mint hogy járjak már megint egy hetet érte. Zsaruk, remélem nem lesznek itt, mert ellenőriznek nagyon ezek az állatok. Meg ez az autó, ez milyen autó? Ez egy Audi A6-os, uram. Magáé? Az enyém, igen. Még születésnapomra kaptam, képzelj el. És eladó? Esetleg? Hát ennek eszmei értéke van, köszönöm szépen, ezt sajnos nem lehet eladni. Na hát! Magát nem érdeklik autók. Ilyenkor nem fogja. Jaj, még egyszer kifizettem. Na, lehúznak pénzzel. Hát uram, figyeljen, az a helyzet, hogy meg vagyok szorulva egy kicsit. Igazából a kaszinó az amúgy nem jó. Én 4 milliárdot buktam el. Igen, ez a helyzet, uram, hogy múltkor én is főtettem 200 milliót és el is ment. Érte volna, szép lett volna. Úgyhogy rosszul is voltam. 1 milliárdot egyszerre. Nem igen, a Rocky? Igen, pofátlan kérdésem, de honnan a jóistenből lehet ennyi pénzed? Na ez az, honnan van neked ennyi pénzed? Hát de nem azért, csak egy napig dolgozott, aztán másfél millió. Hát figyeljen, nem ilyen. Én igazából nem ilyen dolgokat csinálok, hogy fátvágok. Hát sok minden más. Jajaj. Te jó. Te szajtózott egyet. De hova tűnt?
Nem repült fel a mennyezetbe? Mondtam, hogy kösse be magát, uram. Hát hogy akar így dolgozni? Már akkor nyugdíjas lesz, mire odaér? Lábba. Hát mivel foglalkozik akkor, hogy ennyi milliárdja van? Sok mindent nem. Az illegál. Csak az illegál. Biztos, hogy valami rosszba sátikál. Itt nem tiszta valami, akinek ennyi pénz van. Maguknak esetleg érdekelne fekete munka? Fekete munkát? Attól függ, engem persze. Szó. Mondjad, mit kell csinálnom? Próbálj meg megkeresni a pénzmosót. Mi az a pénzmosó? Fekete pénzt lehet kimosni. Ha valamelyikötök megkapjanak, fizetek egy milliárdot. Egy milliárdot? Hát és hol? Mit kell tudni róla? Vagy ez hol van? Ja. Akárhol lehet. Az biztos, hogy itt igazából északon nincs. Már itt akkor nézte, gondolom akkor. Jó, nagyon szépen köszönöm a fúvást. Nagyon szívesen. Szép napot, uram. Szép napot kívánok önnek. Tényleg, hogyha még valami érdekel ez a munka, akkor a telefonszámom az 17800. Pillanat, ezt felírom egy papírra, előveszem a kesztyűtartóba, mert nincs nálam telefon. Kedtem már, én fasz, hogy erős vagyok. Felírom akkor, hogyha nem probléma. Maga telefonszámát esetleg tudja kívülről? Sajnos nem, de ahogy veszek egy telefont, már írok is egy SMS-t, jó? Hát, mondja, legyen ugye, szíves? Ha nagyon meg a 17800. Rendben, köszönöm. Ha meg akar gazdagodni, akkor érdemes átverni a legelején az embereket. De bármint hogy átverni? Például megvan a pénzmosó helye, behazudja valakinek, hogy HTVT-ben hirdeti, majd valaki erre rácsíp, és megpróbálja eladni, és alkudozni minél fölfelé, hogy hitelesebb legyen az információ. Hát de mi van, hogyha nem érti, hogy először mutasson meg, és nem fizeti ki előre? Akkor megmondja, fizesse felé, elkezd menni egy helyre, megmondja, nincs ott, jó, megy, visszaadja a pénzt, azt mondja neki, kiszálltok az autóból, beszállsz az autóba és elhajtasz. Ma is volt, hogy három ilyen incidensem, 80 akkor, milliókat kerestem. Azi, akkor az, abból van ez. Ezt ki kéne próbálnom nekem. Akarja, ketten is meg tudjuk csinálni. Ez durva, de ha 7 hónapja itt van, akkor gondolom többen csinálják ezt, nem? Hát van egy pár ember. Tudja, most vicc nélkül senki nem tudja a pénzmosó helyét. Ne dőljön be az, aki árulja HTVT-be. Értem, de ilyen piszkos pénzt hol lehet szerezni? Vagy rablás, esetleg ATM rablás. Aha, erről már hallottam, jaja. Zsaruk allergiások is rá. Hát hadd el legyenek. Most igazából a fekete dolog az vissza van egy picikét véve, mert a rendőrök túlságosan megerősödtek. Vigyük haza? Tudom, hogy van ennyi fegyverük. Vigyük. Autójuk. Hát meg a fokozott ellenőrzés van most, azt nyomják, igazoltatnak meg minden. Menjünk hát, visszaváros fel akkor. Igazából hiába, mert így is úgyis mindenki menekülni fog. Szóval sikerült elkapjanak, meg is csekkeltek 20 millióval. Veszte. Figyelj, akkor leteszem bent a városba, és akkor veszek majd egy telefont, jó? És akkor írni fogok egy SMS, hogy az a számom. Mert ha tényleg egy milliárd, az rengeteg pénz. Ennyire kell ez a hely önnek? Igen, meg másoknak is. Aztán. Igazából ezt a pénzt össze lehet nagyon gyorsan szedni. Uh-huh. Pár embert átver, meg van. De már utána ezek az emberek nem keresnek meg, és nem akarnak bosszút állni, vagy nem akarnak kinyírni? Hát akkor, hogy is mondjam, mindig a hátuknál kell állni, vagy előttük kettő lépéssel minél. Aha. Fontosan most ugye a rendőrökkel jóba kell lenni. Egy szinten. De akkor te jóban vagy a rendőrökkel, ha jól értelmezem. Most egyelőre nem. Mindegyik barátom elment onnan. Érdekes, hogyha szeretné ilyen átveréseket, akkor nyugodtan hívja fel, mert segítek magának. Jó, már én kicsit tapasztalatlan vagyok ebben, az igazság. Már igazából én nem szeretek átverni embereket. De hát, hogyha így lehet pénzhez jutni, akkor... Másoknak maga szerint honnan van pénze? Másoknak. Hát igen, legális úton ezt nem lehet összeszedni. Most itt a csávó is, hogy favágás, ezt nem szedi össze. Még ha rendőr is, akkor se. Jó RP-zik a srác amúgy. Mint 1 millió, mit kezdjek vele.
Nagyon beülök akkor egy garázs, hogy lefoglaltak be, hol jobb önnek? Ez nekem teljesen mindegy. Akkor itt van egy garázs, akkor elviszem. Szerdán gépösszerakós live lesz a TFK csatornáján, leírásban megtaláljátok chat. És kisorsolom majd a csatornában, egy 600.000 forintos gépről van szó. Köszönöm mondom, hogyha megvan magának, akkor én ezt nagyon szívesen megvenném. Jó, rendben. Jaj, már megijedtem, hogy a zsaruk jönnek. Nem mondom neki. Jó, köszönöm uram, akkor veszek majd egy telefont, és akkor rögtön írni fogok önnek, jó? Ténylegesen, esetleg autót tényleg nem érdekli egy támogatói Porsche? Nagyon olcsón adom, 40 millióba. Majd ezt is megbeszéljük, jó? Ez kis foci van. Kis pénz, kis foci. Na minden jót uram. Köszönöm szépen. Jaj, mentős. Na, megyek haza. Biztos várnak a többiek. Nem, ez még jó RP lehetőség. Én szeretem az új RP lehetőségeket is. Kíváncsi, mert látjátok, egyszerűen nem is hallottuk még ezt a csávót amúgy nagyon, vagy nem emlékszek rá. És érdekesnek tűnt. Megbüntetett a grafikon, szuper. Na hasítsunk, veszünk telefont, és akkor... majd fölhívjuk ezt a srácot. Ne, léci, ne! Léci! Jó, nincs nem semmi. Elnézést, rendőr uram! Elnézést! Jó, ott valakit elütöttek. Mi volt a non? 300-an nem lehet bemenni a településen? Jó. Nem állított meg. De azt tudtam, hogy ezért van ennyi milliárdod, Rocky. Jaj, nem. Piszkos pénz az amúgy nincs nálam. Tényleg az ki is kell törődni. Nem is értem, hogy maradhat nálam amúgy. Halál után. Jó. Erre megyünk. A drift volt non. Mi lett volna non, Lajos, a drift? Szerinted a való életben nem driftelhet senki se a város kellős közepén. Szia Lajos, ne kössél bele mindenbe, mert... eljár a hátvakaró. A tipikus szőrszál hasonlatú emberek. Való életben is vannak ilyen emberek, nem csak a játékra értem. Mindenben a hibát találják meg, és hogy belekössenek valamibe, mert ettől jobbat alszik. Csak ez hosszú távon nem vezet jóra. Hello, hello, hello! Nem is fér el a szépbe amúgy. Jó. Szuper. Ezért nem megyünk gyorsabb. Mi az? Valaki tud bannoltak? Vagy nem bannoltak? Mi lehet az, amit hibáztál? Vivi player bannolták. Nem fér bele a szívbe Attila. De szerintem javítják majd. Bízunk benne. Jaj. Bocsát Lajos. Nem haragszunk Lajosra. Nem driftelünk 300-a városba. Amúgy ezt live-ba látjátok, de hogy live-on kívül mi mehet, az adminoktól egyszer meg kéne kérdezni, hogy ki mit, miket csinál. De beállunk. PP pénzben be... nem, szerintem Attila nem. Hello, hello. Csős adó. Tudta sietni, mert persze. Az időből itt hát. Milyen időből? Látni fogja, csak sietni kéne. Jó, jövök, itt vagyok. Mi ez?
Mi az? CK. De miért? Hát az ő döntése. De még beszélni akar veled. Mi történik itt? Sziasztok. Szia, Pali. Mi van, Bagoly? Mit csinálsz itt? Mi jársz itt, ahol kiszoktunk végezni embereket, ha? Nem hallak. Kivégzésemre várok. Mi vársz a kivégzésre? Ne idegesítsi, gyere csak onnan vissza. Mi, nem tudom mire vélni, ezt mondja csak. Fiúk, akkor ti mondjátok, fiúk hát... live, sziasztok. Mi van? Mondjad. Hát, mondd el a véleményed és mondjad, hogy mi történt, hogy miért szeretnél távozni a családomból. Ő döntése? Igen. Igazából, ami a városba eruralkodott most ez a hatalmas lövöldözés. És a rendőrségnek a túl nagy előnye igazából teljesen elvett az életkedvemet. Te fosol rendőröktől? Rendőröktől fosok. Attól nincs semmi életélményem. És ezt látod a legjobb megoldásnak? Mi nem mész a pihenőre? Kicsi táppénzre. Nem kell meghalni. Szerinted jól megoldás a táppénz? De figyelj! Akkor még mindig van lehetőség visszajönni, de ha kinyírunk, akkor már nincs. Lesz szegény Rich. Ja, mit mondunk a Richnek? Érted? Meg nem is az a lényeg, hanem jó munkaerő vagy itt a maffiában. Véglegesen eldöntötted? Hát ez a szünet, ez jónak zik egyébként. Érted. Ez szerintem még mindig jobb megoldás lenne, mint hogy téged most itt kinyírjunk. Elmész egy-két hét, két-három hét pihenőre. Nem félek éppen ez jobban hangzik, mint hogy meghalod. Nem, Bagoly... Nem hiszem, hogy viccel. De ez a pihenő jobb. Jó, mindegy, többieket kérdezem. Mi újság van? Vagy hogy ez jobb ötlete szerintetek? De én már feltettem neki már ezt, kétszer feltettem. Nem válaszoltál rendszer. Nem tudja eldönteni, hogy mit szeret. Hát igen. Ide tartozni, vagy tényleg eltávozni tőlük. Hát itt a döntés rajta múlik. Igen, Bagoly, a döntés a tied. Mi csak ezt tudjuk felajánlani neked. Lóri, hangosabban beszél, létszi, mert szerintem suttogtál. Mondom, hiába, hogy mi mit akarunk, annyian. Aha. Tehát itt a döntés rajta múlik, hogy ő akar ez a családhoz tartozni, vagy nem. Jó, szóval akkor azt... szabadságra is, nyugodtan. De akkor, ha jól vettem ki a szádból, Bagoly, akkor nem a csapattal van bajod, hanem a rendőrökkel, hogy eluralkodott itt a... A csapattal semmi probléma, mit csinálsz, el is mondtam, nagyon szeretni a társaságot. Nekem igazából az van a problémám, hogy tényleg nincs semmi életélményem ebből, hogy egész nap darálunk. Hát igen, a lövöldözés az nem jó. De az életünkhöz tartozik. Hát igen, igen. Hogy ezzel együtt kell élni, ezt ugye vállalta mindenki. De figyelj, én azt mondom mindig, hogyha valaki elfárad, akkor pihenjen meg, és utána újult erővel vissza tud térni. És ezt tudnám neked is javasolni. Elvész egy hétre, vagy két hétre, vagy akár egy hónapra, amennyi idő kell neked, és újult erővel várunk vissza. De nem az a megoldás, hogy meghalunk, meg kinyírjuk magunkat, mert az menekvés. Jábaság. Így van. Pont téged nem néztelek volna ki, hogy megfutamodik, érted? Belőled nem néztem volna ki. Úgyhogy nyugodtan menj pihenőre, Bagoly. Én nem akarlak kinyírni. Ha ez a döntésed, akkor kinyírunk, de én nem vagyok hajlandó ezt elvégezni. Mit gondolsz? Ezt már szeretem. Hú, rendben, nagyon örülök neki. Figyelj, Bagoly, tényleg amennyi pihenőre szükséged van, és várunk vissza sok-sok szeretettel, jó? Oké. Majd tájékoztatunk téged, hogy alakulnak a dolgok, és ha úgy látod, akkor várunk vissza sok-sok szeretettel. Nyugodtan itt fönt ott nem zaklat téged senki, nyugodtan feküdj le,
pihenjél, menjél wellnesselni, meg Balatonra, meg minden, aztán várunk vissza. Jó? Yes. Nem szabad itt elkeseredve lenni, lehet, hogy mostanában tényleg egy kicsit meg vagyunk szorongatva, de tényleg mindenki azon van, a kemény mag maradt abból a 40 emberből, és azt köszönöm mindenkinek, és nem adjuk fel, és csináljuk, mert szükségünk van egymásra. És tényleg csak addig legyetek itt, amíg tudtok ezzel azonosulni, ezt mindig mondom. Hú, gyerekek, jó van, megmentettük. Meg szeretni kell azt, amit csinálsz. Így van, ez is a legfontosabb. Mivel szeretjük a pénzt, azért hagyjuk a pénzt, de mindig. Ennyi. Így van. Hú, jó. Hát én is lecsórósodtam. Ja, képzeld, most erről jut eszembe, találkoztam egy figurával itt a városban. 1 milliárdot akar fizetni a pénzmosul előhelyér, hogyha megtaláljuk. Azt mondta, hogy senki se tudja a városba, 1 milliárdot hajlandó kifizetni érte. Az szép. Ja. Bagoly, akkor nyugodtan pihenj le, jó? És köszönjük szépen, hogy eddig segítettél, várunk vissza sok-sok szeretettel. Rendben, meg is aludni. Jó, jó pihenés, Bagoly. Jó pihenés, Bagoly. Várunk vissza, minél előbb. Na, hú, megmentettük Bagoly életét. Cső. Ez van. Hozzászokj itt. Jó életet. Jó. Bevásárolok szerintem. Mondjad, Huber. Hogyha lássa az újságon, hogy ki van írva, az a szám, hogy 1, 4, 5, 2, 9, hogy árul bármit, annak ne írjon. Szóval most is a pénzmosót kiírta, odaadnák neki a pénz hiába. Csak persze, mondta nekem ezt a csáv, hogy mindenki át akarja verni a másikat, ő igen, is ezt csinálja. Igen, ez így van. Tudomásom szerint senki sem tudja még a városban. Jó, rendben van. Ti átnéztétek több helyen? Én még nem, sajnos, majd még nem jutottam el oda. Jó, mert azt hiszem e-mailben, Shadow, te küldted át, ugye, hogy térképen itten azért nézegetitek őket. Az is szép munka. Illetve, akkor valamit kifelejtettem? Vagy amiről beszélnünk kell? Itt vagytok? Ja? Mert szóljatok, ha kihagytam valamit. Bulldozer, Mazsilóri, Csacsesz? Én nem figyeltem, el voltam bambulva. Itt átbeszéltük, hogy akkor ezeknek a hirdetéseknek ne higgyünk. Illetve akkor a további, hasonlóan érez valaki, mint a Bagoly? Mert tényleg csak a kemény mag maradt itt. Tényleg az, abban rengeteg emberből, aki tényleg azt akarta, hogy csináljuk meg minden, nagyon sokan kiestek. Rengetegen. Például a Malac is itt van már nagyon régóta, kettőt nem szól, de itt van és csinálja. És ennek nagyon örülök. És a többiekre is büszke vagyok. Igen? Valakitől szeretnék venni 50 darab 9 mm-es lőszert. Jó. Tőlem. 4 millióért, szóval amennyiért ott is lehet. Mert sajnos én amikor mentem, akkor be is volt zárva. Meg amikor máskor mentem, rendőrök voltak ott. Arra van taktika amúgy, mert én máma ott 2000-et bevásároltam Bullnak. Azt nem a rendőrség zárja, hanem ilyen bogaras ajtó. Tehát amikor bezáródik, akkor el kell futni tőle távol, és akkor visszafutsz, akkor van esély, hogy itt hol van. Oké. Okay. Igen, ja, eddig engem is, de szia, Ferenc, csomó, szia. Sokszor be is zártod, alig bírtam kijönni. Jó, bevásárolok minden, aztán van valami terv mára? Hogy mit szeretnénk csinálni? Mondja, Huber. Adok 50 lőszert először is. Jó lenne egy bolt. Jó. Szerintem az régen volt. Jó, ennyien vagyunk, akkor csináljunk meg egy boltot, hogyha mindenkinek megfelel. Jó, akkor legyen az, Huber mondta, akkor... Ő fog vezetni, azt megnézzük, hogy jó. Mi lesz belőle. Igen. Réven, nem is tudom, te mondtad, hogy a Hubert dicsérjük meg? Vagy valaki mondta? Én mondtam. Meg mindenki mondta igazából. Jó, mert ő nagyon-nagyon igyekszik, és nagy király vagy, Huber. Jó, illetve a többiek is. Jó, akkor bevegyek, vásárolok. Na, szóval bevásárolok, golyóállót vegyen mindenki, jó? Jó. Na, gyerekek, akkor ma bolt lesz. Eszek iszok persze, mindjárt csak bevásárolok. Huber amúgy nagyon igyekszik, ő taggá is lett nyilvánítva, meg látjátok, a kemény mag itt maradt. Jó, most amúgy főleg, tisztába... Főleg, hogy én itt nagyban könyveltem majd ezt a fizetős dolgot, aztán én nem volt időm elmenni a házamba cuccokért. Jó, igen, fizetős dolog, és amit akarok mondani. És elmenni gyors az ingatlanomba fegyverért, hogyha nem gond. Menjetek, intézzétek, jó? Jó.
hogy heti 10 milliót szedünk a frakciótagoktól, ezt nekem is kellene fizetni, meg szerintem be is fizetem, és akkor az főmenne a frakció számlára. Eszek már, iszok már egy picit. És akkor ez lenne az új szabály. Ja, Palin, nem is meséltem, hogy hol volt a múlt héten? Na, nem is hiányoltál? Szia, Béci. Hát de, csak nem így hébe hóba vagy, jó. Már nem tudom hova tenni, hogy te mikor vagy, érted? Hát jó, hát múlt héten azért nem voltam ugye szerdától, hogy jó, szombatig nem voltam, azt hiszem, hát. Képzeld el, jártam arra a másik országban, arra a 67-es útfene. Hát. Na, igen. Hallod? Olyan szép hangzásom. Na, zenítetted? Aha, még énekeltem is közben, úgy örültek neki. Dok egy kis szíverősítőt neked, jó, egyik köszönöm. Barátom adta. Ez egy 20 éves. Ez csak egy kis üveg elég ebből. Szia, Dave! 20 éves whisky? Aj, de jó! Aha. Vigyázz, mert nagyon erős. Jaj, de jó! Nagyon ütős, vigyázz. Köszönöm szépen, mert napvégén lekortyolom. Ennek fele is elég. Jó, király. Oda csap a főt. Rádiót, meg telefont is. Kíváncsiuk, ma meghalunk szerintetek, vagy nem? Kíváncsi vagyok. Jó, kell nekem egy rádió, telefon. Beleboljuk a golyóálló mellénybe. Beledugom bal kezemet, jobb kezemet. Köszi, hogy itt vagytok. Ja igen, amit akartam mondani, hogy itt a nyár ugye. Mindenki megy majd kirándulni, meg nyaralni, meg minden, úgyhogy kevesebben leszünk, ez erre lehet számítani. Ugye nyár az ilyen. De én itt leszek, jó? Jó, sziasztok, szép estét! Veszek még egy golyóálló mellényt. Oké, és... Én nem menjek túl szél, mi akkor nem halok meg. Ja, nem ezt akartam, hanem felmenni rádióra. Igen, kaptam ma a nyakast. Igen, cső Ingo. Kaptam ma a nyakast, nagyon. Tényleg, öcsémtő. Örülök, hogy tetszett a videó. Sokat fogok én is hiányozni júniusban, meg így nyáron, mert megyek majd én is nyaralgatni, de mindig tájékoztatlak titeket. Most laptop. Arra van a gyűjtés most. Én gyűjtök arra, mert hogy a nyaralás közben is tudjak videót vágni. Jó, persze mindjárt átöltözünk, meg fegyvert is veszünk, meg minden. Úgyhogy nyomjuk rendesen. Hív a papa. Pillanat, ezt felveszem. Csé papa, éppen live-olok, Mizu. Ja, szívesen, szia. Köszöni a csokit. Küldtem a csomagból csokit, ami hónap lesz csomagbontás. Dubai nyaralás, az szeptemberben lesz, Ferenc. Szeptemberben lesz. Milyen laptopot akarok venni? Mindjárt mondom. Le van árazva most 400.000 forintról 310.000 forintra. Mondom. Dell G5 5500. Jó, lehet? Le van árazva 410.000-re, 310.000-re. Mizu, itt vagyok. Jössz? Jövök, csak le kell vennem fegyveré, meg átöltözök, jaj. Tedd le az autódat a izébe. Garázsba letettem? Jaj, hogyha tudod. Leteszem az autót, mondjuk most nem értem, még kerültem meg ezt az egészet. Most egy laptop, mert akarok vágni. Na, szépen, váltjátok óvatosan. Át lehet öltözni itt nálam, ha valaki szeretne. Csak videóvágásra lesz, nem? Játékra, semmire nem. Ha ne talán nincs benne katalizátor, ne jegyünk meg, meg kerék nincs rá. Ha nem fülködik a kék, akkor szavatos van. Tessék! A kerekeket kivettük előtt. Hogyan akarsz venni? Nincs rajta kerék. Kivettük a fel. Normálisak vagytok! Hát ezt nem hiszem el! Hát mi szeretitek ki? Hogyan akarsz? Elküldni vagy. Hát ezt nem hiszem el! Kell a pénz. Hát ez hihetetlen, tegyétek már vissza, de mészettétek ki! Hát ez hihetetlen! A kerekeket ott van a bokor mögött. Én
katalizáltad a kukába. Kiveszem a, hogy hívják ott a húzatot, ma az nekem Allunk nincs. Bálint. Hát ez hihetetlen. Tegyétek már vissza, hát le akarom parkolni, addig lemegyek fegyveré. Na ezt is, hát én voltam szerelő, hát. Ezek egy állatok. Ja, mindjárt írunk a csávónak. Mégsem lesz Bagoly Pecsán. Hát Bagoly, örülünk neki. Örülünk neki, hogy maradsz. Valakinek van 20 ezer forintja? Van igen. Mennyit van nálam? Lejössz? Gyere már, legyél szíves. Keményebb legyek, Gábor? Szia Nitro. Teljesen le vagyok égve. Megfogom a fal zsebedbe, átrakom. Ó, köszönöm szépen. Szeretem a deákat. Kis ajándék. Köszi szépen. Deákok. Szeretem a deákokat. Köszi, köszi. Oké. Okay. Ó, hát ez több deák lett. Köszönöm. X-Vid, istenetesen sokáig. Jó, ruha váltása. Új ruha megváltok, régi. Jó, kell nekünk egy fegyver. Meg lőszer. Huber, akkor 50 lőszert vigyek neked? Tessék? 50 lőszert vigyek akkor neked? Akkor ne 50-et, hanem 100-at, mert a KST-t viszek a zabálja a lőszert. Jó, jó. 100-at, és akkor ezt ki is fizetem mindjárt. Mi mit vigyünk? Hát a pénzt majd utána intézzétek. Én CZ-t viszek sokkal. Ahogy elhagyjátok. Akkor 100, akkor 220-at veszek ki. Jó, 220. Itt, hát már csak 1400 valamennyi van. Jó. Jó, bezártuk a széfet, okés. Fő vagyunk szerelkezve. Mehetünk. Baltát. Azt el kéne adni. Igen, Tuti Juice volt. Janosi Gergő küldött ábel nekem Tuti Juice-okat. Mert öcsém is nagyon szeretik, és akkor kértem tőlük, és akkor meglepett pár kartonnal. És akkor, ja. Most ő szponzorál Tuti Juice-ba. Nagyon kedves volt. Mit csinálsz már megint? Tudom, hogy szórakoztok már megint. Látod őket? Látom, nincsenek lelőve. De le vannak. De. Ne szórakozzál már, bulldozer. Elkaplak egyszer. Te akarsz engem elkapni? Elkaplak én téged. Sokat kell hozni tanulnod. Mindig szórakoznak. Remélem, hogy tényleg. Ejj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 j
Hát azt leadtam a vasba. Remélem, hogy a garázsba tetted bulldozer. Mondom, hogy leadtam a vasba. Az már nincsen. De lehet megtalálod lent a izébe, ott a szakadékba. De. Mit te? Jó, elmondom neked. De, na. De akkor megígéred, hogy nem lősz le. Na. Megbeszéljük. Minden tudod múltkor mi történt, emlékszel rá? Mikor? Melyik múltkor? Volt egy kisebb incidens. Igen, és? Emlékszel. Melyik regulás a sok közül? Amikor Shadow-ot érted, leszittem. Tudod. Aha. Na, igen, és? Na. Nem komolyan gondoltam tényleg. Szegény! Pedig komolyan kellett volna. Szóval azért volt ennyire felháborodva. Hát, lehet az is. Rádió még mindig beszélnek, azokat miért nem lőtted le? Hát csak kézi volt, Shadow volt. Ki beszélt volna más? Csak a Shadow nincs itt. Még egy jó madárra elvált vele. Hát elment fegyverért. De most ezek tényleg meghaltak? Így nem lehet feküdni? Most ezeket tényleg lelőtted? Hallottuk engem rádión? Itt vannak de többen velem. Gyertek már, segítsetek, mert tudok velük mit kezdeni. Kivel? Hol van? Itt van egy srác a kanyarba. Tudtam, nem vertek át engem többször!
Mondjuk azt nem tudtam, hogy így lehet-e feküdni. Pali, akkor veszek őszak, jó? Jó, akkor Huber, odaadom. Hoztam a pénzt is. Valakit odaadom, jó? Most ne a pénzt, azt most ne. Úgyis elhoztam, úgyhogy azt odaadom. És akkor hova tegyem le, Huber? Elindult lefele. Átnyújtom neked, tessék. Én is szólok. Átnyújtom neked a pénzt. Köszönöm szépen. Parancsolj, ez pont annyi, azt hiszem. Rendben, rendben, rád bízom, meg hiszek neked. Halljátok, akkor melyik boltot raboljuk? Beszéljük meg, meg ilyenek. Várjatok meg, Pali, én arra gondoltam, hogy a legjobb lenne itt az alattunk lévő boltot, a 19-est, ugyanis ott van még egy ATM is, ami rabolható, ugye benne. Igen, azt megfúrod közben, mi? Igen, igen, meg szeretném fúrni, miközben mondjuk, hogyha Yachton, úgy hallottam, hogyha a Shadow rabolta a széfet, nem tudom, hogy ez... Én nem tudom, én nem emlékszek rá, hogy Yachtot rabolta. Ja, jól van, viszont hogyha valaki jól tud széfet csavarni, akkor az csavarja a széfet, én addig fúrnám az ATM-et. Igen. És arra gondoltam, hogy jó lenne motrokkal menni, egy autó menne, és egy motrosnak odaadnánk a lóvét, és azt az egy motrost előre engedjük. Szóval, hogy mondjuk jó, lenne egy túlsztárgyaló is, és hát valahogy ügyesen kéne tárgyalni. Ezt a hegye utalba, hát. Figyelj, és ez így visszajönnek a többiek, és akkor mindenkinek elmondod, jó? Hogy ne kell ötszel ismételni. Most jó. Hova tüntetek? Mert akkor Huber ismerteti majd a tervet. Hát ő lesz a terv ismerteti. Hát igen, de mindenkinek itt kéne lenni, hogy elmondja. Hogy csak itt vannak álkozban emberek. Hol? Itt a lezárás felül jött egy autós borkocsival, le is hajtott ott, úgyhogy nagyon fasza volt az a gyerek. Igen. Itt fogtunk egyet, közártam. Itt vagyunk lejjebb jáznál, de ő végig látta, hogy oda bementetek, kijöttetek, úgyhogy látom. Segítség! Menjünk! Itt az alsó úriembertől megválunk, megkapom a palihal. Vagy lelőjem az embert? Hát kérdezz, hogy mit csinált itt, és ha nem tud érdemleges választ adni, akkor... Hát, ide szállt le a repülőt. És akkor előtte mit keresett itt? Köszi Bálint! Tud rá választani szóval? Nem tudom, hát el kéne engedni. Nem lehet csak úgy lelőni, érted? Az a baj, látta, hogy oda bementetek, kijöttetek. Mindent látott. Hát ha látta, akkor sajnos ez az információ nem mehet ki. Mondjuk túsznak elvihettik volna. Ja, leadta volna a zsarukat. Adja a rendőrségnek rólunk, ahogy kihallgatják a boltrablás. Ide járnak a hákúra, meg kell ölni őket. Az a baj, hogy másik srácot kiköveti Bravusza. Már álltunk itt a határnál. Tárna. Akkor lelőhetem? Rendőr, hát miért? Nem. Először kérdezd meg. Első kezdődött a nap. Első kezdődött, ja. Pillanat. Na, meg akkor utána Huber ismertek a terveket, azt megyünk túlszakért. Huber, van nálad ATM hegesztő? Vettem. Jó. ATM hegesztő bolthoz nem kell? De lesz ott egy... Itt körülnéztem, megpróbáltam felmérni a telepet még délután, mert el akartam tervezni, és itt van egy rabolható ATM a boltban. Most ATM-et szeretnénk? Nem, a boltot kettőt és egyszerre. Igen, a kettőt egyszerre. Jó, jönnek a rendőrök. Hol? Rendőrök ránk. Hát ez hihetetlen. Föl tudjátok hozni, de őket, kilőjük őket. Ha üldöznek, húzzátok ide fel őket, és megöljük őket. Elbújjunk ide. A bokorból nem lőhettek. Igen, nem lövünk, csak elbújjunk. Javálok rá, kell. Jó, húzzátok ide őket föl. Húzzunk autókat, drabuszokat. Ákúváltásra lesz, lenne rossz ötlet, Ádám. Hozok nálam, majd én hozok nálam, úgy sincs fegyver most. Itt nem a bokorba vagyok. Hát a bokor mögül lehet lőni, nem? Le tudok én is. Ja, autóval vannak a rendőrök? Merre vagytok, Mazsi? Előre, Pali, megyünk Bravusza. Már most nem bírnak magukkal a zsaruk. Pali, mehetünk? Mehetünk, mert kell még egy kicsit. Ja, menjünk, hozzatok, menjünk. Hozzatok még egy kicsit. Lefele. Lefele, nem válaszol, elvesztettük. Lefele, jobbra. De ott nem tudunk elmenni. De szerintem, hát lenni. Van lőszerök, ahhoz kell nekem, már nincs lőszerem, elfogyott. Mazsiékat valószínűleg elkapták, elvesztettük a rádiójelet velük. Hát itt?
A zsaruk, elkapták őket a határnál. Kaptak el, lelőttük a zsarukat. De a mazsiék hol vannak? Itt vannak velem. Ja, lelőttétek őket? El, mind a hármat. Szép! Nézd ott egy. Jaj, de jó! Leszünk, itt maradunk bázisra. Végre, szép! Nézzünk el körül balra. Nehogy baj legyen. Réven, nehogy izé. Másik irányban, nehogy hívjanak erősítést, azt megszívjuk. Hát, ha lelőtték őket, akkor csak nem. Ez szép volt. Ügyesek vagytok. Jó, kezdődik a nap. Jó, ha nincs senki, akkor menjünk. Végre, ez szép. Volt náluk valami? Réven! Réven, már kezdett? Beszívtam az előbb, bocs. Jaj, a fejem. Mély szízve, de menjünk visszafele, most már nem jönnek erre. Volt náluk valami? Kormány. De úgy, de jó, királyok vagytok. Én az kis őt, úgyhogy. Szuper. Kossza, van egy KSZ. Én el tudok hozni egyet, ha valaki nem fér el. Fogadod a fegyvert, nem? Két. Elfogadnám. Na, menjünk vissza akkor. Húha, ez szerintem rendőr. Ez rendőr? Ez lehet rendőr. Ginyó. Maradtunk fenn. Rámentél a rendőr. Hol teste? Nem láttad, hogy ott fekszik az út közepén? Rek volt. Tényleg nem figyeltem. Arra vigyázz. Amúgy kérdés most, ha jelvényszám meg ilyenek alapján elkapunk egyet, azt ki tudjuk végezni végelegesen? Én úgy tudom, és hát én szerintem igen, a fokozottsági szint szerintem nem számít. Hát, hogyha nem mutatja fel nekünk a jelvényszámát, és nem mutatja be nekünk, akkor nem. Szép. Mutatja meg, akkor nem, érted? Szép munka, ügyesek vagytok. Hát az enyém kisült, aztán most megvan mégis. Akkor mehetünk a boltra, nem? Várjál, legodattam. Hol a... Ezért Huber? Huber? Itt vagyok. Várjál, gyertek ide, Huber nem. Ismerteti a tervet. Húzi bogári. Gyertek ide, Bálint és Mamet. Ismerteti. Szóval a mi alattunk lévő boltban, a 19-esben van egy rabolható ATM is egyben. Szóval, hogy ez egy 40 milliót, hogyha szerencsénk van, ki tudunk kaszálni. Viszont ezt úgy kéne, hogy mivel... Autó. Ez nem zsarú volt? NBS-es. Figyeljetek! Mert ez látta, hogy ott feksz... a rendőrök. Le ott nem kell lemenni. Ott nem tud lemenni. Hogyan jött fel ott az NBS-es? Fjuk el. Gyertek, elkapjuk. Ki már autó? Hát aki nekem nincs olyan jó sim. Jó sim, akkor... Te már infózod. Vezessé. Már, ja, szerintem ez hív erősítést. Hogy jött fel? Tem a kocsit. Vigyázzatok, mert az erősítést fog úgy hívni. Zálunk, ha? Vezessek én, nekem nincsen fegyverem. Ja, így akkor vár, akkor még egy autó van. Ez is jön. Menj. Hozzak még egy autót? Merre ment? Nem tudom. Ott van, én látom. Itt menj egyenest is menj, utána küldjed. Menj. És jobbra, ott nem tud lemenni. Nem darálunk még, mert azt még nem szólítottuk. Rendben. Kéreted, eljöttünk. Itt jobbra nem szabadna neki lemenni. Igen, láttam tisztán, erre jön. Itt megfogjuk. Hát itt nincs. Hol van? Pedig ott le van zárva az út, és erre jött. Várja. És ugyan... Lehet, hogy elbújt itt valahol, nem? Hát itt nincs hol elbújni. Ha ott van egy, ott vannak rendőrök. Jött megint egy rendőrautó. Menjünk. De az hogy hajtott le innen? Vagy hol? Nem tudom. Azt nem tudjuk, hogy a fekete hova tűnt. De a rendőrök kívtak erősítést. Az a fekete szépen lement innen. Jó, a rendőr nem tud bejönni a lezárás miatt. Nem tud följönni. Körbejön. Jönnek körbe. Igen, szerintem is körbe fognak jönni. Szerintem védjük be a bázist inkább. Menjünk fel az egyen följebb. Vigyázzatok, a fekete autó itt lehet a bokrokba is, ha nem ment le. Hú, a rendőrökkel nagyon nagy harcok lesznek, úgy érzem. De ja, hogy ezt... Ott van egy hulla bent. Ott volt egy hulla bent.
Ott van egy hulla bent ott a kis bódéba. Menjünk vissza. Kicsoda? Bázisra menjünk be, vagy inkább egyen följebb ide. Egyen följebb kéne mennem. Egyen följebb. Egyen följebb. Egyen följebb. Csak itt láttak minket, itt láttak. Jönnek szüreim. De, de lát, hogy nem tudom. Talán... nem tudom. Már megint fosok. Ezt a révőn, hát mi szívsz be? A fék, ó. Ezt a... bassza meg. Állat. Ez már mindjárt lerobban. Mindjárt vége van ennek. Aki tag lesz, két dedikáló kártyát kap, köszi szépen. Kupter jön mindenki ház alá. Jó. Szia Kirill. Kocsikat is tegyük be jól, ahogy ne látszódjanak. Hol vagy te? Hátra jöttem, így figyelek. Én figyelem a HQ-t. Szia medve. Srácok, nekem nem volt időm elmenni fegyverére, csak szólok. Tudtátok? Akkor te vezetnek. Szerintem. Miért van két HQ? Kimegyek infózni ide félre. Ricsi, ez nem a mi HQ-unk. Csak az a hákunk. Ide jöttünk az, hogy a zsaruk ne a hákúra jöjjenek. Ha jönnek természetesen. Meglátjuk. Fájt, csacsa. Azt kéne megtudni, a fekete, az MBS-es volt, ugye? A fekete autós. Igen, tekes. Az hova tűnt? Valószínűleg akkor lement a hegyen. Jönnek, a jönnek, jönnek, jönnek. Fekete autó a bázisunknál. Játok meg. Két autó jön. Megálltak, hívni fognak erősítést. Ijaj, jönnek. Maga hol van? Tudjuk innen a csíkot, vagy akkor maradunk harcolni. Hát várjuk meg, mit lépnek erre. Lövöldözés lesz. Nem hiszem, hogy abba annyiba hagyják. Azért kéne most elmenni körül, és nem tudom, lát... Á, nem tudom. Nem mentek be a bázisra? Hát elmenni biztos nem mentek. Pont nem látom a bázisba járatát. Miért van kocsi lehívó? Ez nem kocsi lehívó, ez garázs. Garázs bárki lehet, bárki vehet, bárhol garázs. Ez ilyen újítás a VLS-en. Főfut itt egy. Itt például meg lehet venni ezt a garást. Jön egy csomó, itt Egon garázsa. Jön egy csomó autó, figyeljetek, Egon garázsa. 2, 3, 4, 5, csak valaki szaladgál fel. És a kis útról jönnek fel, tehát ezek ott valahogy feljöttek. Egy autó. Lassan közelít felénk egy autó. Igen, igen, még, kettő. Még egy autó. Három, egyen négy, el. Öt, hat. Jönnek. Tíz parancsunk van? Bejönnek, gyertek, gyertek! Csak mellé. Gyertek. Lefele. Letörő, gyertek le, letörő. Menjünk le, menjünk gyertek át, le. Gyertek. Nem sárszok, nem tudok nektek segíteni, ne haragudjatok. Nincs nála a fegyver. Szerintem ők nem lőnek, nem kell lőni. Ebből lövődözés lesz, úgy tudunk csinálni. Felmű. Legább hat kocsival jöttek. Gyertek el hátrafelé, és lefutunk itt a dombon. Gyertek le a merencéhez, és ott lefutunk. Hátul a dombon. Menekülés. Menekülünk ám rendesen. Vesém! Mindenki el tudott menekülni? Ne ugrálj, csocsesz.
A híd alá. Mit csináltok? Valaki ott maradt? Nem futunk le a hegyen. Leugrottunk hátul. Te hol vagy? Önkel menjetek befelé a bokorba, vagy nem? Le a hídig. A hídig le, igen, igen, az a kis fa hídig. Hát oda azokat lefogják. Ugorva gyorsa vagy, de Johnny, megint azt fogják írni, hogy non. Hát hogy mi ugrál? És te is ugrálsz lefele a... egy ilyen emelkedőn, érted? Jobbra kevés a fedezék, az a baj, srácok. Ó, vártam magad át. Bakker. Most mi legyen? Ezek ide fognak jönni a híthoz is. Mi legyen itt? Oda a benzink fut fele. Halljátok, ha tudunk gyorsan, fussunk le még a hídon és túl oda le a házakhoz, ha tudunk. Ugye a benzink. Vagy befutnánk, ami megy a katonaság fele alagút, oda alatt a híthoz. Ha el tudunk futni. Van elég kajátok, meg piátok. Korban mindenki. Ugyanok, mint a migránsok. Lehet, hogy nem lett volna jó, hogyha a tűzharcba keveredt többen voltak. Szerintem itt lesznek a hídon pillanatokon belül. Én a mentő. Ott vannak hát. Bezárták a területünket. Itt kell fejbe lőni, hadd halljam. Mindenki használja. Hát jó van Johnny, de érted? Gondoljuk ki, hova megyünk, mert egy jó. Mindenki használja, mi nem mindenki vagyunk, mi próbáljuk jól csinálni a dolgokat. Majd rám állak, az biztos. És mi legyen? Már jó. Ti hol vagytok, Pali? Itt vagyunk, lent a hídnál, Pali. Még följebb vagyunk, Pali. Halljátok, mit szólnátok, hogyha elindulnánk a katonaság fele itt a hegyen a bokroknál? Szövetséges? Nincs esetleg elérhető? Nem lehet nekünk segíteni. Fel a bokroknál? Ja, itt fönt a hegyen. Jöttek, lejöttek a rendőrök. Azért futás vissza mindenki, föl mindenki. Fel a házhoz, mindenki, azt futunk tovább. Mi most lejöttek? Lent vannak mindenki, futás fölfele. De jó, menekülünk ám rendesen. Mindenki. Heli. Ki, bujjon el. Menjetek bokorba, feküdjetek be. Nem jöttek lefele, ott futkoztak fönt a földön. Jött helikopter is. Nincs hőkamerájuk, ugye? Nincs, elvileg nincs. Ott van fenn egy a hegyen, szerintem ott a háznál. Most a szétszórótok el tudnánk kapni párat, nem? Mi fognak egyből. Hogyha elkapjátok, akkor nem tudom, hogy lehet-e túlzba rakni őket, és akkor, hogyha nem mennek el, akkor lelőni őket, hogy valami ilyesmi. Nem lesz ebből túlz, egyből lőni fognak, nem ismerd őket. Koptát hallok. Hákunk felett, szerintem a kopter. A rendőr ugrálgatott a... nem a mi hákunknál, hanem mellettünk egy vázolva. Rendőr helikopter van a hákunk. Jó. Jön le egy teketök. Ja, azt láttam én is. Jó, azt el kell kapni. Engedjétek akkor. Közel, aztán egy fejes. Kész. Egy lövés. Mindenki is suttogjon, hogyha lehet, jó? Nem a mi hákunkat nézik, hanem ezt a hákunkat nézik, ahonnan lejöttünk. Suttogjon, jó? Mert a kiabátok meg fogják hallani. Jó. Merre van a tekes? Te csak megunjál. Nagyon jönnek ránk. Tekes. Erre. Te ki a bokorba. Dombon elment. Kopterrel keresnek minket. Amelyik tekes futott lefele, az hol van? Az elment a másik oldalra, szerintem. Másik oldalra. Ednyős is van.
bent a dombon sétál valaki. Gondolom nem vagy. Nem tudom ki ez. Hol? Melyik dombon? A... hogy mondjam? Heli elment. Igen, de ott, Heli van, elment. Egy, ott van egy ember, csak most... Jön vissza, Heli visszajön. Hú, ez kemény lesz. Igen, igen. Tekes sárga írás van a hátán. Tekes, igen, tekes, látszik ott a dombon. Megy látom lefelétek. A fejét. Hogyha lent vagytok a szurdokba, akkor megy lefelétek. Egyedül van. Jó, jó. Akkor ezt lelőhetjük? Engedjétek jól látszik. Közben. Hogyha nem lőnénk, akkor csak elmenne mellettünk. Vagy elkapni. Halljátok, és hogyha mondjuk az lehetne valami. Vagy hogyha nem lövünk és elsétál majd mellettünk. Mondjuk múltkor is elkaptam egy micsodát, azt lőttek. Úgyhogy nem tudom, mit kéne csinálni. Fogják még az összes bokrat. Letették a helit. Ja, ja. Az durvá lerakta. Jönni fognak ezek. Van fent a dombon a bokorba, vigyázzatok, csak mondom. Ez rendvédelem ide jön most. Na, azt ízélik szerintem, hogy be akarnak menni a házba, be akarják törni. Jó ötlet volt, hogy ide jöjjünk. Szia Laci! Azért nem jöttek ide le, mert szerintem be akarják törni a házat. Szikben vagyunk. Igen, bokorban nem lőhettek, igen, 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 az fontos. Ha lövök, akkor ki kell jönni. Szerintem most jön még egy. Várazzaj. A bázisunkon nincs senki? Jövök. Visszament. Fönt van, lefele néz. Lelőttünk három rendőrt, az na történt, és utána most na, hívtak erősítést. Egyszerre lejönni, akkor ott érdekes dolgok van. Hát akkor meg köszönöm szépen, hát sajtba, minden oké, köszönöm. Hát attól tartok, hogy nem fognak meglepődni. Az a baj, hogy a bokorból így simán nem lőhetsz ki. Ja, nem lőhetünk. De kigurulunk pusztán vissza. Fejes, azt vissza. Csokkal. Szia Dávid! Hello! Hát ezer éve! Köszönöm szépen a támogatást! Mi újság? Hogy vagy? Mi van veled? Előbb-utóbb el kell indulnunk valamerre. Csak most lezárás alatt van, tehát amíg föl nem engedik, addig hiába megyünk el, addig itt vannak. És a házról nézik... Tartsd meg az aprót, te mocskos állat! A házon néznek minket lefele, és rádióznak. Nem tudom, mi lesz. Piros háznak a tetejét? Ott vannak vagy ketten, hárma. Ennek lefele. Lényeg, nem mozogjatok, maradjatok egy évvel a bokorban. Tihi, az mennyire lenne RP-s, érted? Csak így főrakom a frakció számára a KP-t, érted? Miért fognak el kamerájből, hol vagy? Nem látok semmit. Jó, akkor ők se látnak téged. Nálad fegyver, ha nincs fegyver, vezd el a ruhádat, és egyszerűen azt mondod, hogy jót éreztél. Vegyük le a ruhánkat? De bárkinek nincs fegyver. Hát mondjuk nekem elég piros a ruhám, lehet, hogy leveszem. A póló nagyon nem mozogjunk ilyen. Jaján, néha. Ja, simán póló. Na, fogom, leveszem. Húha, hát itt se. Lütyő elnémult, igen, valami, én nem tudom, de majd jön új grafika. Van 4-5-en is néznek minket lefele. Lefele néznek. Azért így gondolj be, készpénz van nálad, és felutalod egy számlára, így helyből nem tudod. Érted? Érted, érted. Köszönöm, Süti 16, kedves vagy. Köszönöm a támogatást. Kicsit félek. Most amíg lezárás alatt van a terület, addig nem tud, nem tudom, hogy sokáig itt állom. Tartsd meg az aprót, te mocskos állat! Hát ja, de ha megmozdulunk, akkor már jönnek is értünk. Elmennek azok nem sokáig, 10-15 perc nagyon mag szerintem. Ezt azt akartam mondani. Jó, de maradjatok azért. A tekkes már jön lefele, egyik tekkes, vigyázzatok. Lezárás alatt van még mindig a terület. Köszönöm, Süti 16! A még 200 forintos támogatást, hálás vagyok érte.
igazából egyenként kiszedegethetjük őket. Egyet kiszedel, szerintem több nem mer lejönni. Hát tartsd meg az aprót, te mocskos állat! Arra nem tudjuk, hányan vannak ott. Hello, Dinnye, a rendőrök rajtunk vannak. 500 méteres körzet van lezárva. Az a kérdés, te merre vagy most? Most jöttem, most kártam felépen. De hol vagy? Itthon. Szökjál! Bújjál, itt vannak a zsarok. Bújjál! Szerintem körbevettek minket. Közle pucélra. Meg kéne nézned, merre vannak a zsaruk, mert lehet körbevettek minket. Ezek házfele, hogy 500 méteres körzetben le van zárva minden. Ezeknek a kell, itt lesznek ásták. Ezt a területet körbe fogják venni. Tartsd meg az aprót, te mocskos állat! Köszönöm szépen! Hát már megtett, majdnem megtett. A még 200 forintos támogatás süti. Inkább mentünk a mellettünk lévő házra, hogy azt hiszem, hogy ott vagyunk. Hálás sikerte, köszönöm. Na, megint félek. Most látjátok őket? Nem látok egyet sem. Nem, kettőt látok. Nézd lefele, mintha jönne lefele. Jön lefele kettő. Itt nem látok sajnos. Az a baj, ha lövünk, akkor meg eláruljuk magunkat. A szúrdokba jönnek lefele, mert én nem látom. Vannak a ház alatt. 500 méteres körzetben van lezárva. Tessék, nem nagyon van Roland, igen, sokan vannak. Most már az összes erősítés megérkezett. Dév, körül tudsz nézni? Kell, én látok innen mindent, alul vagyok. A teraszra ketten, hárman ki vannak állva, kettő a ház alatt a dombon, a ház felett még egyet helyet látok. Köszönöm, Süti, kedves vagy. Dév, a bázisra, bázison vagy? Nem, én itt vagyok alattuk majdnem, én látok mindent. De a Dév ott van. Dév, nehogy kimerje húzni bármilyen autót is onnan, mert azt lebuktatjuk magunkat, ha kinyitod a garást. Ja, valahol hátul próbál meg leugrani, szia, a pokon, azt fussál lefele az izére. A völgybe lent. Ja, szomjas vagyok. Na, kedve van neki vizet. Hát igen. Egy hangtompító kellene. Fölállok el. Ne. Itt elfutna, ja. Kimennénk, azt lelőnénk, ja. Én pont egy fa magad áll. Pont most néznek, mikor én ott kellene. Hát Bence, örülök azért, hogy jó családhoz kerül, de azért a Peugeot azért hiányzik persze. Leírásban találtok egy csatornát, szerdán 4 órakor ott lesz egy live, ahol összerakunk egy gamer gépet, és azt kisorsoljuk majd a csatornámon. Illetve lesz nyereményjáték is, majd ott várunk titeket. Elvetik a csatornát, mentünk vissza fölfele, és jött megnézni. Én értem, de most MVS-től elkezdve minden rendőr itt van, és néz lefele, és nem csinál semmit. Gétő öntelen, ez nem olyan egyszerű. Nagyon sokan vannak. Egyiket leküdték. Jó, amelyiket leküdték, azt ki kell nyírni. Négyen néznek. Szózzuk a fekete fejek ott fent el. Persze, amíg nagyon közel nincs, addig hagyjátok békén. Szerdán, mert... nem, kettő, mondom, hogy szerdán nem érek haza, ott lesz a live. Mi van nála? Mi lenne, hogy... Telefonnal néznek minket a tetőről. Ott vannak, látjátok? Ne lőjetek, még nem szólítanak fel, ne lőjetek. Ott vannak. Na, végig fogják darálni az összes pokrot. Nem is. Ott vannak. Som, 5-6 ember a tetőről távcsővel vigyel lefele. Ajjajjajjaj, ott vannak. Mi legyen? Mi lenne, ha lefele elkezdenénk szaladni és eltűnnénk? Lentettségük nincs, nem? Hát látnak akkor, hogy futsz, mert vagy 5-6 távcsöves figyel minket föntről. Az egész területet figyelik. Ja, van, nekem is lehet. Hol vagyok pontosan? Úgyhogy figyelnek, most elszaladtak, most le lehetne futni, hogyha úgy van, nem? Nem, minket figyelnek, jön a negyedik. Van, aha, vannak sokan. Hagytok, hogy már ez... Ezt haladjuk, azt sem tudom. A fölötti épületnél vagyunk, lent a völgyben. Azt nem tudom, hogy a többieknek a pozíciója, hol vannak. Mi a visszakopter?
helikopter is körülnéz. Hát ez pat helyzet. Vagy én nagyon-nagyon rossz helyzet vagyok. Itt van közel, itt van közel. Valakinél ott van közel. Nézd a bokrokat. Igen, látom. Bakker, ezek jönnek. Fötted a közé, szerintem látod valakit. Ajjaj. Itt van nálam is egy, fönt a pont tetején. Shadow ott van. Közel. Sokkoló, ez lő sokkoló felé a bokor. Egyet meg fogja lőni. Megtaláltok valakit, valakit letartóztattak közülünk. Lőnek. Lefele meneküljünk. Lehet, hogy el tudnék menekülni, autóval. Biztos? Biztos, meneküljünk. Kilőttek valakit. Biztos, hogy meneküljünk? Haló? Most sokan vannak? Gyertek. Lőtték. Gyertek. Adták. Merre menjünk? Lefele a tenger fele? Lefele. Én kettőtekes kinyírtam. Gyertek lefele, letették a helit a dombra, figyelj. Igen, itt lesz a heli. Utánunk a tekesek, kettőtekes halt. Szép. Alap főni, jöjjön a híd alá. Újjább a korba jön a heli. Fajtom van. Gyerünk, futass le a híd alá. Kiveszek innen egy autót a garázsba. Húha, itt is van egy a hídon. Ne vegyél. Él ki autót. Egyszer lett elmondva, ne vegyél ki. Hídon rendőrautó. Én a széfele menekülök a helikopterre. Mi lenne, ha a tengerben elúsznánk? Mi lenne, ha elúsznánk? Jó, kilőnek. Hidon rendőrautó. Meglátott minket a parton. Tudom, mennyien jönnek le a helyre, jó Isten! Azta! Lőnek! Azta! Gyerekek! Elhallított a felső házán. Azta! Hát hányan vannak ott fönt? Lehetetlen a rendőrséggel harcolni, gyerekek. Lőnek, nyugi. Az, ott a csapattársaim voltak, akik a híd alatt mentek. De nézzétek, rengetegen vannak. Rá! Lehetetlen. Lőnek. Nagyon sokan vannak. Ezt így egyszer nem tudjuk megcsinálni. Gyerek, az úr az átkezdett nézni a ruházadát szépen. Fájd le a völgybe, heli. Elkezdem mutatni szépen az úr cipőjét, leveszem az úrról a bal cipőt szépen. Bal cipőjében nem látok semmit sem, a jobb cipőjét leveszem szépen. Dob cipője és üres szépen, mert elkezdem kutatni a gatyáját szépen. A gatyájába találni egy lőszert, azt kiveszem szépen, átadom az én lőszertartom, mert az kezébe találok egy szedét, azt kiveszem az én zsebembe. Címba nem kellene meghalni. Hát jó, megbuktunk. Nem nyírtam ki. Híd alá? Ugyanúgy lekapcsolták őket ott a híd alatt. Hiába a híd alatt, ott is már jöttek le a partra. Jó, az úrhoz. Felveszem a vállamra. Fújtam. Nem láttak meg egy rosszerre. Hívok egy mentőt, akkor elkezdem kiszállítani az elkövetőket. Aha. Én egy darabig elhúztam a helit. Ki a pályáig ott leszállt, meg én rám talált, de el tudtam menekülni. Körbe vagyok kerítve, nem tudok menni sehova, mert részt kevesztem. Évet is körbe kerítik. És ha én nem választok, akkor nekem annyi? Mi? Nem tudom, hogy fejlővést kaptam-e. Lehajolok, fogom az urat, lerakom a vállamra ide. Jason Statham. Telefonon felhívom a mentőszolgálatot. Durva.
Mindenki megúszta. Tehogy úsztuk meg. Szia Viktor, köszi szépen. A sortűzben biztos volt fejes. Hát lehet, hallod. Lehet. Örülök, Barbara. Hát élve már nincsen elkövető, csak feloktam. Az úrhoz elkezdem átnézni a ruházat, hát megtapogatom itt a nadrágját szépen. Ja, nagyon sok, nagyon sok golyót kaptam. Tánknál kólát, diós tekercset, telefont, rádiót. Az úrnak a testét is megnézem, szerintem találok rá, hogy elég jó állapotú, jó álló mellényt. Elvesznek mindent. Nem, itt nem volt MG. Nem, ez teljesen szabályos volt. Csak sokan vannak nagyon. Ezek megkapták a koordinátát. Durva volt nagyon. Nem, mert köszönöm szépen. Van egy kis batázs. Nézd az uriam. Úgyhogy lehet, hogy most rabdunk boltot, hogyha főket mindenki. Itt jönnek a mentősök. Jönnek a mentősök. Bányok a zsebébe az úriembernek, hát nézzem, mi van a zsebében. Ahogy látom, nincsen semmi valaki fontos. Valakit elkapnak itt egy csába, el tudom kapni. Nincs semmi fontos. Elvettek egy golyóállót. Persze Balázs, persze, hogy ne. Tek már itt a mentős. Hát igen, 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 hogy itt... Itt ugye jön Tekes, NVS-es rendőr, és nagyon sokan mondok, nagyon nehéz lesz így. Én járj és elkezdem javasni róla az adatot. Hárman, próbálom scoutolni, de nem tudok följebb menni a hegyre, nem látok át. Igen, csak fényen vagyok. Tanéztem a srácok. Húha, hát tényleg szép. Húzus szint nulla. Tényleg. Sérös lábán látszó, kerülsz meg egy füllesekat, belesek idem a testet és behúzom a cipzárt. Hát gyerekek, kaptam. Bartai. Kaptam rendesen, tényleg igazatok volt. Tényleg? Nem szednek föl. Itt a... Csak ugye a harmadik szövetséges meg nem lehet. Nem tudom. Egy Audi RS 6-ot, látok egy Audi RS 6-ot, azok mi vagyunk? Én is látom, azt én is látom. Olyan durva. Nem mi ezt ide ki se jöhetett volna? Ezt többen írtátok. Belőttem egy hajóba, valakit fölkezdtem. Igyekszem Balázs, igyekszik, igen, igen, igen. Aki látja az Audit, ő már van. Nincs ira. Itt a hajóbérlés mellett tettek. Az úr hajóban. A hajóban vagy? Aha, látom el, induljál az Audit felé. Már rajtam van a hullazsák, elnévvét! Pont, várjál, úgy, egyenes, állj meg. Semmi baj, regélet, köszönöm szépen. Bekapcsolom, pózus a nulla vérszintje, nulla lábon sérült, úgy látom, Jonas és az úriembert elvesztettük. Úgyhogy egy hullazsákot kiveszek a táskámból, de lehelyezem. Még egyet rám húzva. Ó, rendben van, elkezdem belehúzni az úriembert. Nagyon szuper, nekik szabad hákút támadni. Bal lábát, bal kezét, fejét. Megigazítom, összetizerom, zup, rendben van. És kérek egy hullaszállítót. Ügyes a srác. Utolsó koordinátára köszönöm. Valakit elkaptak közülünk? Haló? Én Dave meg bárki az ügyek. Én is élek, te dolg. Itt vagyok a hegyen, csak sajnos nem tudom tovább menni. Én is élek. Én is élek. Jó, Raven is él. Én csak lapulok egy bokorba. Te helit, lezuhant a helit mellette. Én is hallom. De mondom a való életben is, hogyha megnézitek egy ilyen nagy fegyveres támadást, hát tényleg oda is kimegy nagyon sok, nagyon sok hatósági személy. És hogy mind a két helyét van. De jót bújtunk, jó volt. Az a három rendőrt kilőttük ugye, az jó volt.
Látod, Robi. Te nem vagy messze tőlem. Tősök a hegyen, szedik fel a hullákat. Fogjunk túl sokat? Nem bírja megmenteni? Nincsen máshol. Én nem tudok mozogni, nekem körülöttem itt van rengeteg ember. Hát ezt nézd, vagy ez éve nézd már meg, hogyha felszedek, akkor melyik túszok el. Folyamatosan kitartást szedik fel az embereket. Föl is tudja szedni? Nézem. Ki nagyon próbálkozik. Mi? Fogom leszakítok innen egy rót. Fogom innen leteszem az úr mellé. Isten jól szállja. Keszi, keszi, keszi. Sajnálom az urat. Hát, nem baj. Durva. Egyet nem bír felszedni, azt látom. Mi lesz a megváltó? Hát semmi, életünk újra, aztán folytatjuk tovább, csak nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. Másikhoz. Azt a helit látod, ami leszállt az tetejére, hogy valaki látja? Csoda? Látom. Annak-e körülötte? Nem látom. Ment a másik emberünkhöz, azt se bírja fel. Volt meg lesz, hogy nem tudom, Benedek, most páran túlélték, és most én visszamegyek most a bázisra, mert így én nem tudom, hogy most itt mi van. Úgyhogy most nem tudom. Most nem tudom, hogy visszamehetek a bázisra, mert nem a bázisnál történt az RP, hanem egyje odébb, de most ha én bemegyek a bázisra, akkor ezek elkapnak szerintem. Fogja szedni. Szerintem. Mondom, talán elmennek. Talán elmennek. Köszönöm, se heli nincs semmi, sziréne. Fáli, bújjál! Igen. Igen, Mark. Tőle. Ja, veszünk rádiót, meg minusz 10 milla, igen. 12-es benzinkút területe le van zárva, még mindig minket keresnek ezek szerint. Gyere, Hubert. Vagy hova lehet játszni? Másik irány. Fogod tett, jövök. Levagyok ide az úrhoz, átvizsgálom a ruházatát. Valami algopirin, vagy valami. Köszönöm szépen, Gábor! Kiemelkedő tagságot! Mi van? Te rosszul vagyok. Fejem, az van. Teljesen rosszul vagyok, hallod? Fáj a mellkosom, a hátam, mindenem. Fejem. Állam. Vásárolok. Köszönöm szépen, Gábor! Te állap a kiemelkedő tagságot! De nincs csak minden. Ami kell, az van. Fudok. Ami kell, az van. Köszönöm a mozgolódással. Rendben. Előveszem a rádiót, beírom a rádiófrekvenciát. Vétel. Mi újság? Te vagy? Pali, jó vagy? Te hogy vagyok jó, mi van? Halló, mi történt? Az történt, hogy ott voltunk a bázison, megláttak minket a rendőrök, utána elmentünk a mellettünk lévő házra, megtaláltak minket és leugrottunk, mondván, hogy elbújunk. És én, Bálint, meg Dévi álltuk csak túl. Meg Shadow, meg talán Bulldozer, de abban nem vagyok biztos. Itt vagyok a top tetején. Itt vagyok pont a bázis alatt. Hallott, Pali, nagyon jó tested van. Kösz szépen. Egy pokorba. Nagyon rosszul vagyok, mit csináljunk? És ha ne menjetek, hallatok? Hát várunk. Igen, halljuk, nem megyünk oda akkor. Szia, Milán. A kórházba ébredt és esetleg már jobban érzi magát. Ott mi van ott a zsaruk? Mi van?
Hát rablás témát hanyagolni, ja. Napokon. Mi újság, uraim? Elinduljak, hogy ne induljak, mit mondjuk? Itt nincsen újság, csak képregény. Jó, én haját születtem meg. Hát menj be a boltba, azt megy. Itt vagyok fönt a dombtad, én ide zuhant le. Szegény? Majd írdom kell. Csöndban, nincs egy sziréna se. Meg semmi. Mit keresik itt a rendőrök? Nem tudom, mit akarnak ezek itt. Ja. Szerintem lépjünk le, nem? Ezek ide jönnek. De nem jött, nem bánt. Hát valaki darálnak itt a ingatlan kettő, régi ingatlan kettő felé. Ez baj. Ez nagyon nagy baj. Én elmegyek. A heli üres, ami itt van fent. Eltűntek a rendőrök belőle. Hát viszont ha mi menekültünk Bálint, az most pont eli van rendőrök. Az a helyzet, hogy itt a kórház, ne ide jöttek hozzánk a zsaruk. Mentek, nem bántanak. Tizet hagyjatok már, helyet nincsen a bódban. Jaj, te normális vagy! Na. Valaki tudna adni? Merre vagy itt? Kis vizet nincs a bódban, aztán szomjan fogok halani. Mikor kaszkadőr vagyok? Tessék! Ezt! Normálisak vagytok! Ez az igazi kaszkadőr. Normálisak vagytok! Jaj, mit akartak a zsaruk? Jó vagy, hát? Gyere, vigyünk be a kórházba. Csak vérzik a fejem. Adjak segítást. Meg vagyunk amúgy, csak még rosszul vagyunk egy kicsit. Srácok, emlékeztek a... Itt van fönn egy vagy kettő rendvédelmi mellettem lelőhetem még. Egyet bokorban vagy akkor nem. De viszont ők meg sokkoló. Hát aki jövök a bokorból, azt sem tudják, hogy itt vagyok. Tudom, jobbra kell mennünk. Ha elkezded ezt lőni, akkor ők azon nyomban rádióznak, hogy valaki még nagyon jövő. Szívesen, uram, váljon egészségére. Úgy tudtam volna őket lőni, hogy azt sem tudják, hogy hol vagyok, nincs én, hát a mellettük. Ah, kurva, ennek milyen jó. Hát, varázsvíznek csúfolják. Tudod, ki jössz, a sötétben nem látod, új is néger vagy. Szép napot, uram, viszlát. Ez egy illedelmes úriember volt. Igen, majdnem elütött. Jaj, halljátok, teljesen kivők borúba. Mentő volt, Csiri, itt a mentők szaladgálnak. Hát jó van, de... Itt vagyok a helikoptertől 10 méterre a bokorba. Kell mennünk a garázsba. Na ez az, Gábor! Már ott van nálad! Megvan, mindenki megvan, jól vagy. Meg a Facebook jelzés, az már megvan. Hol vagytok? Menjünk. Nem lehet lelőni? Mert már megjött a HKS, ezért kérdeztem, hogy lőhetek vagy nem, de azt mondtad, hogy ne lőjek. Akkor lelövöd, azt még van a közelben valaki. Csit már senki, már ezeket itt hagyták, leroppantak. Akkor lebírnád őket lőni. De hát jó, hát most jelenleg nem volt esélyek egyszerűen. Tudod, hogy az egyiket fejbe lövöd, elkezdek lőni, a másik egyben fogálkod. Tényleg minden harcból, ahol a rendvédelemmel harcolunk, ott meghalunk. Bár múltkor sikerült a boltrablás, de ott nem is jöttek ki annyian. Az mondjuk igaz. Ha egy szóval van, ahova szaladunk, és pont itt megy a dara. Ha elmegy a HKS és még vett főszára, kilőhet a mosófőt? Van kocsitok? Nem. Hát nekem négy személyes, talán egy. Jó, akkor azt kihozod, létsz, itt várom. Egy zéglen három autó van, de itt megvárom. Ott mentem ugye, Mazsi. Itt hagyták. Nem te még ott vagy? Ne lennék itt. Lapítok, mint pont a fűbe. Láttad már valakit? Valakit felszerezt a mentés? Egy valakit. Felszerezt egy valakit. Akkor az buldózer. Egy valakit úgy láttam. Buldózer itt van rádión? Itt vagyok. Buldózer. A buldózert kapták -e? Hát az nagyon nem jó. Merre legyen a menet? Nem tudom, kocsikázzunk. HKS-es most mentem, most szállnak fel a helivel. Vegyél fel egy túlót, elmegyünk kórházba. Emlékszesz a boltrablásra, azt beadjuk egy nap. Kórházba? De a bruha bolthoz. Hát. Jó, jó. Van nálatok pénz? Mentem a helikopter. Hát csak vegyél le polcról egyet, nem kell fizetni. Ja, jó. Elmegy a helést, de úgy tűnik, hogy vissza se fordul. Elvettek a főpublikba, létszi. Elé eltűnt, igen. Szerintem mikkel kéne fölfedni. Rendben. Mi már nem mehetünk, értetek? Szerintem nem, persze. Voltam a kórháznál, hé! Mi a helyzet van az? Kórházna... Nem találtam méretre való? Nem, nincs. Majd várja, belebújok. Itt a közelbe, itt a dombon. A... Csiba nem tudsz. Völgy, ahogy nézd a tengerre. Tengerhez, így a jobb oldali völgy. A jobb oldali domboldalon van valaki. Itt vagyok a középső Hello? Dombtető. Melyik a középső dombtető?
A szomszéd háznál, ami van az a domb, azon a dombon vagyok. Ezt a kivezet! Csacsesz, hát... Nem hiszlek el! Gyere, hát ő volt a hibás, miért reggel hibáztottak? Honnak az volt? Nem vagyunk jó. Nem mentek elében. Aki mondta, aki mondta? Nem, kettő tekkes kifektettem ott fent a hegyen. Nem tudom, hogy láttátok-e. De hogy ő, hogy látta, hát... Normálisok maguk piros lámpán átmennek. Hol van? Pontosan, mert ahhoz én közel vagyok. Ahon négy főszállt a hegy, abban a motorban. Itt voltam tőlük 10 méterre. Hallod? Hát te is úgy vetted a jogosítványod? Így, bocsánat, uraim, de arra mondjanak. Jó, van, én is úgy vettem semmit. Ha jól lehet-e? Ki van jogsi, mert csak mindjárt leveszem az oldaláról, az fúj összetörölve. Nem vagyok. Menekülünk. Új kávés. Én meg válintem. Hát igen, igen. Most ez is, hogyha lelőtték, most nálam is a CZ-ért 40-50-et, a négy ember meghaladna, mindössz 2-300 millió. Így mindenne együtt. Helikopterrel oda megyek, értetek? Lent vagy én szép. Tele van zsarúva a város. Nem, itt a domboldalon vagyok a bokorban. Nem a lent a völgyben, hanem... Rengeteg zsarúva. A jobb oldalán. A domboldalon. Merre nézd a jobb oldalon? Észre a tengerre a háztól. Erre valami megoldásnak kellene születnie. Még nem tudom, hogy fegyverem, azt oda menjek. Vigyük. Hallok szirénát, hallok szirénát. Milyen? Nem hiszem. Vagyok, de gyorsabb ment ez. Akkor menjünk, ha bírja még, de hát nem bírja fel, hogy... Autópályán, merre vagy? Nem füstöl, nem? Bulldozer él. Hívjon visszafele. Nem tudom, hogy elmondani. De meg fönn vagyok a völgynek a közepébe. Jó, bulldozer él. Jaj, de jó, hogy jól vagy. Akkor egyáltalán nem mehetünk. Ja, ki kéne addig találni valamit. Jaj, jaj, mit csinál? A szemem, így rosszul vagyok. Fokozat ellenőrzés van, igen, az igaz. Én is komolyan nem tudom megnézni. Csak azt írja ki, hogy a rablás elérhető. Jó, valakinek vezetni kell, nagyon rosszul vagyok. Itt vagy. Én inkább nem vezetek, mert nekem is ugyanez van. Egyben, hanem itt a domboldalon van egy nagy bokor, abban. Én senkiért nem vállalok felelősséget. Hagyok. Az a lényeg, hogy a többiek épségben vannak. Nézzék ki arra, erre a helikopter. Hát nem tudom. Mi? Várj, most. Mert. Akkor lehet, hogy pont azt a bokrot figyelem. Nem tudsz beülni? Na, szuper. Na. Hát addig... Hát be, hova menjünk akkor addig? Hát nem tudom nagyon mit csinálni, az a baj. Elcsaltam ezért a helit, még akkor az rám lőtt, de... Hát öltözzel, fegyveretek van? Helyet cserétek utána. Max az ingatlanban. Tudom, hogy helyzet itt fönt a házban, lementek az autók, vagy nem? Szerintem még egy kicsit nem menjünk. Ez nem jó. Egy kicsit vágyarok. Hát, ja. Öltözünk, ja, de először egy bankot elcsipünk a pénzt. Megyek a helivel ott fölöttetek meg egy karácsonyban. Csak úgy gyorsan, hogy megnézem, van-e ott valaki. Menjünk be a bankba. Gyere, Huber, megyünk. Hát öltözünk civilbe. Ez nem lesz jó. Vagy az éjfől ébredtél volna, itt volt még kettő mentő. Nyelvek hozok ki pénzt. Szerintem egy gulyóval két fejes kis kitalon állhoz, hogy úgy álltak. Nem kell tovább engedni. Kicsit elbóviskoltam. Jó. Majd. Folyamatosan hallom a szirénát. Valószínűleg tényleg az autó. Hova jössz, Fari? Ez várj, nem az autópálya, ez a ház. Újra, felolgották. Benne kell. Szuper! Várjál. Hú, gyerekek. Elkesek, nem tudom, a hullák tévén vannak. Megkezdünk át gyorsan. Most vagy nincsen. Semmi sem, nincsen semmi. Nagyon sokan vannak, nagyon sokan. Itt bevittek tőle. Megállsz a pirosnál? Rendőrség előtt muszáj. Ha távol voltunk egymásról, nem tudom. Rendőrség előtt meg kell állni a piros lámpánál. De már jók vagyunk. Holnap Fortnite lesz, mert új season jön. Reggel 8-tól talán? Nem szeretek várni a piros lámpánál. Látom tényleg is. Hú, de nagyon látszódott. Atya úristen. Már igen, de most nem ebben fekítem a kopportba. A bulldozer túlélte, ennek örülünk. Na miért fölfele lát? Menjünk fel a házhoz. Zárjátok le az autót! Zárjátok, körbenézek. A
Csacsa szép. Jó. Te is akkor nagyon kilátszik, amikor rádiózol. Ha guggolsz, akkor kiegyenesedik a hátad. Érted? Ja, látom. Reggeli stream. Ja. Villog. Így sötétbe is. Nem volt benne a bokorba azért. Miért? Amikor elfeküdtem a bokorba, láttál? Na. Nem téged mondtalak most. Réről. Vásárolás. Jaj, nem. Nem ilyet akarunk, hanem csak áthúzunk egy másik fajtát. Mert most nem szórakozunk ezzel. Puha váltás. Mi ez már megint? Látsz, ő lát? Nem. Én nem látlak. Az jó lesz. Meg. Mi ez most már, hát mi ez voltam, már? Nem itt voltam, csak mondom, oda megyek, most már egy csomó ideje nem láttam semmit, meg ide lefüstőt a heli. Aztán sétálgatok, így sétálgatok, egyszer csak magam mögé néztem, és 10 méter állt a két rendőr. Kemés volt. Ugye ezt hagyjuk ezt, most valahogy menjünk el innen a bánatba. Többiek biztonságban leszünk, akkor találkozzunk majd. Én a... Szia Gábor, hát egy nagy rendőri támadásnak lehettettek szemtanúi. Az ugyanaz. Mindegy, csak ne az legyen. Hát nem vagyok, mert ha hárman, akkor bárki. Csak vigyázz le, hogy összeütközi bárkivel is. Hárman vagyunk, de hát innen már úgy lehetünk menni az egy bázisra. Nem vagyunk messze. Te vagy a legmesszabb öltöző a szerverem. Köszönöm, kedves Radita. Te meg a legkedvesebb itt a csetel. Körözgessünk, azt jó, nézzünk körül, bárunkba. Ja. Tudjátok, keressük a pénzmosót, jó? Menjünk keresni. A felőtt szévő ház fele gyalogolj. Aha. Nem, MV. Jelölök egyet, hát ha ott van. Hagyták fel. Milyen két elvitték? Akkor én elindultam felfele. Ezen a környéken nézzük meg. Akkor menjünk helyével, nézzünk szépnek körül. Ez egy állat. Hát már rég már jó, itt megunták, azt ja, mondták. Ja, ha tudtok egy helivel, hogy innen húzás. Ott játszanak most. Te meg gyaloglunk a ház fele. Óvatosan. Akkor egyedül legyek állni, vagy három. Meg kell nézni mindenhol. Ugye, hárman biztos, hogy vagyunk. Nem kell összeszedni. Megint, páran túlélték Gábor, de mi meghaltunk. Ez a főső, ez üres, várja, nézem a hátkulcsa. Itt kell megnézni ezek a házak között. Például... Ja, itt ebbe a ház aluljáróba is meg lehet majd nézni. Akkor megyek felivel? Erre fel. Szóval szerintem itt álljál meg, és akkor nézzük körül ezt a területet. Itt balra vagy jobbra állj meg. És akkor átfésüljük ezt a területet. Mit szóltok hozzá? Megértem, a jó Isten, hagyom meg. Ha? Pénzmosó, bármerre lehet gyerekek, az egész mapon. Amúgy majd elmosultanak, szóval. Az egész mapon, bárhol lehet. Mit hallok? Keresztül lehet lőni a másikat, nem tudjátok. Miért fésülhetik át? Nincs meg a pénzmosó, és jó lenne megtalálni. De mondom, bárhol lehet. Ja, ez hihetetlen. Csak azért kérdezem, mert... Köszönöm szépen, Kábor. Ez fáj, tehát hogy lehet arcra esni? Kasztroikkal nem barátkozunk. Azta, ez fájt. Au. Au. Valakinek van ötlete, hol az lehet? Az most ötlet volt, hogy egy följebb jöttünk már. Egyszerűen tényleg bárhol lehet. Most a 9 millis az is valami ilyen. A városban volt a 9 millis is. Úgyhogy ez is bárhol lehet. Jó lenne megtalálni. Most nem tudom, mi ez a hely jutott eszembe amúgy, de... Te halnak erőbe. De egyszerűen jó lenne megtalálni, mert... Itt pénzhez se jutunk egyszerűen. A bolt nem jó ötlet a rendvédelem miatt. Most az ATM-eket még meg lehet próbálni. OC se tudjuk. Nem, sehol se tudjuk. És senki se tudja. Most például itt el tudnék képzelni egy pénzmosót. Itt ebbe a garázsba. Kis garázsba, de nincs.
Pénzmosót keresik, senki nem tudja. Ez olyan, mint a 9 millis múltkor. Szia. Senki se tudja. Fele megsérült. Érdekes helyeken járunk. Hákunk közelébe. De egy ilyen garázsba simán el tudom képzelni a múlt. Három lejézet. Sajnos. Haló, haló, megérkeztem én is. Jó újságban veletek. Szóval szakál. Akkor valószínűleg nem hallasz jó a rádiót? Aha, most már most. Na. Biztos, hát hogy van, a 9 millis is volt. A, vagy megsérült a csapat három lejézet. Már mi történt? Megjelentek a villogók. Nino, Nino. Na, 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 na. Ez is olyan furcsa hely. Pedig egy ilyen be tudnám képzelni. Most amíg a többiek nem végeznek, addig más nem tudunk sajnos csinálni, mert ők még abban az RP-ben vannak. Illaharcot folytattunk a bokrokba. Szent Királyos gyütyáztat. Lehet Komi se tudja, igen, csak valahol letette. Ja. Nyert 150 millió forintot. Pedig egy ilyen helyen el tudnám képzelni. Egy ilyen helyen nagyon el tudnám képzelni. Milyek a bázison vannak? Még nem mentünk vissza. Nem mindenki. Visszamehetünk? Tiszta bázis. Tiszta. Jó, akkor visszamegyünk. Eltévesztem, nem tudom hol vagyok. Jó, azt mondtam én is. Ott egy kis búlott rohan. Visszamegyünk akkor bázisra. De kellene nagyon a pénzmosó. Hát igen, banán, de akkor ma sem mutatná meg, érted? A live miatt. Van egy motor. Ezt elvisszük. Hazavegyünk a motorral. Nem erre. Találtam egy motort. Tessék. Jaj, de nehéz. Elmegyek motorra haza. Jössz egyedül akkor? Aha, találtam egy motort. Ezt meg kellene majd tankolni. Nem tudom, hogy hazaérek-e vele. Sose érek haza. Jó, de ha megtaláljuk mi banán, akkor is megbukott. Direkt azért nem mutatta meg a live miatt. Most akkor megillássuk live-ba? Jajaj! Szia tesó, nem lagolhat. Kell nyújtózkodnom. Azta! Mi vagytok azok, ti állatok? Hát, elindultam én is, csak balesetem volt, már felémültek. Ezzel hazaérek még. Hagyd ezt a motort, ha így érsz fájnod. Füstöl is. Már látom, égette a... Égette a seggemet egy kicsit. Na lát... Mehetünk. Láttam már a belső combizmaidat, égette ott a... Ég a főfabrik körül. Zsönyöm. Belső combizmaima. Folyamat lekapcsolják. Ne, ja, nem lesz reggeli stream, 6-tól 9-ig lesz este. Tudjátok azt, hogy ő razzia van. Ugyanúgy. Az a baj, hogy amikor razzia se volt, akkor se csinálták. Hát amilyen razzia van, de minden nap. Ja, arra jelent. Fokozott ellenőrzés van sokáig. Igen, igen, igen. Hol van razzia? De főnök nem tudja, előtte is ez volt. De tök minden, csak annyi, hogy akkor nem kellett kiszállod. Hol van, mit jöttek ellenőrzni az embereket? Mikor nincs live szerintem? Szombat, vasár biztos. Meg lehet, hogy szerda, csütörtök most. Ajaj! Most ez a hét egy kicsit húzós, mert utaznom kell több helyre. Egy lambóval megyek karácsonyi az óval. Mit csinál? Lambó mi vagyunk, de karácsonyi az nem tudom. Nem tudom, hogy mit csináljunk most. A karácsonyi sem. Ugye nagyon rossz a szem a sofőrnek. De... Jaj, sziasztok. Tökéletes a szemem. Nem kell, le kell mennem. Új csapat. Az őszeré, meg fegyveré. Hihetetlen. Elszik a fegyvereket, mi is nagyon. Hát igen, lehet, hogy ott van. Én is erre gondoltam. 1 milliárdot kapnánk ért, az durva lenne. Nyissátok ki az ajtót, hogy át tudjuk költözni. Van, itt van. Ki van? Legyen egy KSC most.
Jaj. Vigyünk több lőszert, ugye? Mennyi van itt? 200. Hátul legyünk. Viszünk 200. Mindenki hátra. Viszünk 200. Kell a minimális pénz, az átöltözéshez a szóljon tudok adni. Persze, ott kijön minden. Jó. Valaki van még lent? Igen. Nem az ajtó. Na akkor nem zárom rá. De azt holtam. Valaki van még lent? Én úgy látom, igen, egy valaki biztos. Jó. Bemertek át, hogy be, menjetek. Akkor már kettőm. Menjetek. Pali? Igen? Akkor ma már nem lesz semmi boltrablásból, mert még van hát, egy óránk addig, és az már elég. Lehet, hogy ATM-eket kéne fúrni, mit szólsz hozzá? Necces, lehet, hogy az másik napra kéne. Viszont az, igen, az necces, mert a rendvédelm túl erőben is van, és a boltrablással egy rendes túlsztárgyalóval ki tudjuk magunkat. De az, az időben necces, érted? Nem, nem fér bele. Az a baj, hogy oda is tudod, kijön az összes. Oda is, az igen. Az összes rendvédelem kijön oda is. Igen. De, de múltkor az ATM-ezés az nagyon jól ment, a helikopteres. Jó. Tudod mit? Nyomjunk egy ATM-et, én azt mondom, viszont én akkor, hogyha én fúrom, én nem viszek fegyvert, jó? Persze, persze, akkor te fúrjad. Akkor átadom neked, és akkor, hogyha lehet, akkor rakd be a szépfedves maximum. Ne! Várj, ne. Ja, nálad már van egy ilyen fegyver, ugye? Igen, ne nekem ad. Jaj, ja. Ki tudná, tudom adni, polifőnök, ki tudná nyitni az ajt? Nyomj fel, nem kell. Persze, persze. Nyitva van. Nekem oda tudod adni a 22-es. Várjál, te ki is vagy? Ne csak ezt vagyok. És te akkor ezt nem kapod hogy val. Jó. Autópálya, hát az is tetszes, most a, eddig a, micsoda jött be nagyon, az ATM, abból múltkor nagyon jó, egy 3-4-et meg tudtunk fúrni. Most meg kell néznünk, hogy most még működőképes-e a dolog, vagy ide is kijön sok zsarú. Köszönöm, hát csasd, de azt mondtad, jövő hónaptól lesz-e újra tag? Mi történt te állat? Állásom, köszönöm, kedves vagy. Azt mondtad, jövő hónaptól. Két másodperccel a kilóra ott szatott. Mindjárt jövök, veszek a ATM kegesztőt, persze. Pult, te mindenre van veled? Te persze, persze, jaj. Kicsit elbóbiskoltam a ízébe bokorba. Jó. Én is halottam a bokorba. Már most akkor csináljunk egy olyan helikopteres... Igen? Azóta szerencsé nem hallották meg, hogy horkolom. Bezárhatjuk. Köszönöm szépen. Bezárhatjuk? Jó. Akkor legyen ATM, mint múltkor, helikopteres ATM. Fúrjam én az ATM-et? Fúrhatom? A Kuberre beszéld meg, mert azt mondta, ő csinálja. Persze, Pali, megvettem az ATM-eket. Ja. Jó, oké. Okay. Akkor mehetünk, megint kell két helikopteres egység, meg motorokkal. Motorokat kérünk szépen ismét. Négy motor, jó? Négy motort kérünk szépen. Meg két helikopter. Motorra, de megpusztulok föl. Valakinek van eladó fegyvere? Akkor vendég. Jó, gyere szakár, hívjál négy motort, légy szíves. Fiad, adok neked egy volt a 150 millióért, az úgy jó. Jó van pénz. Én kihagyom ezt, de kihagyom? Nem. Jó. Köszi, Mazsi. De akkor most megfegyvernék. Hello. Ezt majd szerzek valami. Sincs nálam. Akkor mi négyen megyünk, nálam. Jó? Jó, oké. Köszönöm szépen, kedves vagy. Akkor mindenki magának kihoz egy motor? Ne, azt akár kihozod őket? Kipakolod őket? Köszönöm szépen. Jó. Nincs mit. Leszek ilyen felterítő, mert most nincs fegyverem. Melyik ATM legyen az első? Tudottuk a határnál lévő. Vagy az ammunition-nél, itt a közelben, a fegyvertornál. Határnál, azt mondja sokára. Erre jöjjenek. És az a... Legyen az, hogy amikor én elkezdem fúrni, akkor valaki beállítsa nekem a motromat, hogy ne legyen... Persze, jó, ez egyértelmű. Jó. Hozzunk ki kis motor. Hozza a szakál. Jó, akkor melyik legyen? Majd szakállal, akkor megmutatja melyik legyen, jó? És akkor jöttök majd utána. Ami határnál lévő van, tudjátok, nem? Szerintem jelzik. Köszönöm szépen. Írj egy e-mailt, hát és adj, jó? Vagy dobj egy e-mailt szület, és elküldöm a meghívót. Srácok, mivel megyünk? Van két helink, ami tömött, és van két motorunk, ennyi? Négy motor. Akkor négy, nem látom a negyediket még. Mert még nincs kint a negyedik. Rendben. Mert múltkor ez 3 vagy 4-et meg tudtunk fúrni, megnézzük, hogy most is jó lesz-e. Ja, úgy legyen. Van ott azért olyan ember, aki be tudja zárni a garázs ajtót? Én nem tudom. Nem akarom zárni. Ja, végén megtaláljuk, lezumat, légierős.
Ja. Meg azt mondták, hogy valami baja van, és nem szokott leesni. Akár rámegyünk a légierőkre is. Hát ha közben meglátjátok, akkor majd rámegyünk, ja. Ja. Akkor szakáltam, ja, még nincs itt. Nem majd, csak lát, hogy a legfelső emeletem vannak a motorok. Ja, ja. Erről sok hízik, én a helikopter. Szakáll, akkor menj előre. Hallottam olyan, hogy most nem esik le a városban, valahol máshol lövik le előbb. Na nézzük. Hú, a szakáll vezeti a motort. Húha. Köszönöm szépen, kedves vagy. Szakáll, te mit csinálsz? Ki ment fel a hegyre? Szakáll, nem tud motort vezetni, azt mondta. Tehát jó, másik Kelly. Kellyvel? Nagyon félek, hogy a szakáll meghal. Hát, te semmit nem tudsz vezetni, vagy mi van? Tényleg nem tud semmit. Sokban. De a szakáll ez egy állat. Szakáll menjen előre menni, nem tudjuk hol van. Ez kemény lesz. Remélem sikerül. Hol van? Mi van, szakáll? A közös játékra nincs tagság. Köszönöm szépen, de arra nem találtam ki tagsági jutalmat. De Discordon persze visszajelöllek. Hogyha szeretném. Szia Bali, köszi, hogy itt voltál, jó ét neked. Köszönöm tényleg tagságot, támogatást. A mentek, nem az ammunition-nél fúrjuk az ATM-et? Szakáll. Tudom már, mondjuk én azt tudom. Megvettél meg az ammunition-nél. Én úgy emlékszem, hogy úgy volt, hogy megyünk a... Hát Bulldozer is mondta, hogy ammunition-nél. Hát nem hallom. Arra egyenesen, most jól felemeltek. Szakáll, te! Szakáll, te állap! Nem voltam itt, meditáltam itt. Régben. Nem, amikor kiértek ki az autót, a motorot. Ja. Nem megyek, hogy elkezdjen fúrni. Remélem jó lesz, jó meg tudjuk fúrni. Lezárás van. Lezárás van. Ott lezárják, addig ide kevesebb ember jön. Akkor a piros felé az maradjon. Kezdhet a tuber. Jó, elkezdi fúrni, vagy, ja, hegeszteni. Bemegyünk majd fel. Közelebb teszem a motort, ide teszem mellé. Szakáll elesett. Messze van a lezárt terület innen? Igen, majd jobbra megyünk fel, igen. A motoros mit csinál az út közepén? Bányahíd, este. Elesett. Felállítod a motort. De ez nincs olyan messze. Kicski, hallod, Kicski. Bányahíd van lezárva. Jó. Nem én építem, Geri, hanem az a csatorna, ahol lesz majd a live, jó? A következő ATM-nél meg tankolnunk is kell, mert a motorokból kezd kifogyni a vöz. Mákos gubát tettél? Jó van, Benőt. Egészségedre. De nem motorosz ki szakáll belőle szedtem, mert nem érünk oda. Akkor menekülni kell. Anotalkos videót? Köszi Dominik. Idén még lehet nem is volt anotalk, hogy volt. Hiányoztak már ezek az akciók. Kellene. Jó lesz. Reméljük, na, hogy... Rég voltam, mert... Fejemben volt a dolog. Nem baj. Bagó is elment egy kis pihenőre, mert elege van.
nekem meg a fejem itt a papámat kórházba került aztán, ja. De rendben van? Már kijöjjött. Jó, felülőttem. Eddig semmi, ugye? Semmi, teljesen tiszta. Jó lesz. Szakál. Szakál tiszta szlávás, nem? Ugye a kinézete. Hiányoznak azért a srácok. Jó, akkor mehetünk. Csak négy cella volt. Gyertek. Van egy... Ki tudnék ATM-et hegeszteni? A motorosok közül tudnék valaki ATM-et hegeszteni? Én tudok, csak mindjárt csak bájt, mint a fejemet nem nyakod. Persze Dominik, de azt ki szoktam bágni. Tehát gyere arra, mert hogyha kicsit későjönök a rendőrök, akkor tudjuk. Még egyszer megkérdezem, a motorosok itt közül vagyok, valaki... Mondanak, tud, a szakál. Jó, akkor kap majd egy ATM hegesztőt, mert ahol megyünk két ATM lesz, ami hegeszthető. Fő ne boruljak. Nem, mert kell. Álljunk meg tankolni. Itt a... eltévedős időszakom volt. Itt tankolja meg mindenki a motort. Köszi. Tudom a helist. Nincsen pénz, annak tudok adni. Nálam van, csak nem tudom, hogy tudom-e tankolni. Nem tudom. Nincs nálam elég pénz. Azt légy szíves. Oké, Máté. Szakál, megtankolom. Micsoda 500 forint literje? Kész rablák. Persze, Banán, köszi szépen. Igen, új update lesz reggel 8-kor olyan talán? De mi csak este játszunk, jó? 6-9-ig. Nézői lesz az új update-ek live. Jönnek öcsém is szerintem. Szuper. Igen, ne fogdossá már. Átadom a szakálnak és mehetünk is. Melyik, hol van, melyik? Csak kövessetek. Majd kaszinó, nem játsszuk a pénzünket, mert... Valamúgykor elmentünk a hegyekbe és megúsztuk az egészet, ott fogunk hegezni, csak most kettő alatt. Tiszta ideg vagyok. 200 milliót nyertünk el, és buktuk. Úgyhogy nullába vagyunk. Milyen van kettő? Izé? Nem ez az, várjál, nem ez az. Gyere tovább, itt van, kvább. Kifújja a másikat. Gyere egyenes, a boltot. Gyere tovább, egyre. Szakál, te állat, ha majdnem elestünk. Véletlenszerű lesz a beimbelés. Te! Szakál, te állat! Bakker! Elkezdték. Készítettük. Na mi ez itt? Jó napot, ma bárba vagyok, ha van munka, akkor hívjon. Már négy ember meg akart venni az autót, amit adott nekem. 200 milliót is ígértek érte. Van egy alkatrész, hogy ingyen odaadom, illetve egy heggeztő pisztolyt találtam a szemétbe, azt is adom, nincs rá szükségem. Kiraboltak, illetve kilőttek minden egy kerekem halpiasztam, mindenkit kirabol két ember. Ahol önök laknak, kint vannak a tekesek lent az úton, rendőrök is elbújtak a bokorban. Jaj. Hali, ma nem csatlakozhatik hozzá, hogy lehet egy kis pénzt szerezni. Azért kérem, lehet miért? Majd hívjam, ha benne annál most van, nem tudom, szeretnénk ezt. Sajnos erre nincs lehetőség, de ha lesz munka, szólok. Most bajban vagyok. Mi a baj? Cyber, mi a baj? Nagyon heggeztik. Fúrjuk. Hát az a jó. Oké.
Mi legyen a következő helyszín? Hol lehetne ott a fenti bolt? Nem lehet kiszenni a cepát. Egy fenti. Hetes. Ez a... kerülve menjen. Nem, 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 inkább a benzinkút mögött. Ja, a napos benzinkút mellett. Az tegnap volt. Igen. Oké, akkor legyen. Mi volt a baj? Mi volt a baj? Igen, az jobb ötlet. Nem engedi? Hát megvan a cellák, csak nem engedi kiszedni belőle a pénzt. Nem engedi kiszedni? Az nem jó. Home sweet home, azt is folytatni kéne, tényleg valaki. A horror játékunkat. Nyomni kéne. Meg vagy szakál? Kifúrtam, meg van a GoPro-n is, és nem engedi kiszedni belőle jó, a pénzt. Jó. Valószínű kifúrták, vagy nem tudom, lehetetlen. A másikban szerintem sok cella van, hogyha majd ideig helyezték. Nagyon hengeszti Huber. Huber nagyon jó hengesztő. Ja, nyugodtan írjátok le, milyen játékokat látnátok szívesen. Jó lenne már tényleg néha másra is nyomni. Jó, holnap Fortnite lesz, de valami újjal. Bocsi. Horrorban a Home Sweet Home-ot kellene még kijátszani. Mit van, mit tenni, kemény vagyok, ha kell, én minden baljában benne vagyok. Rendben. Éppen mi megint már dolgozunk. Apex az nem tetszik, pár live volt belőle, de... Már itt is magának a telefonon a kezébe. Hát így, egyeztetek, persze. Mindenkivel. Minecraft, hát nagyon buta vagyok hozzá. Minecraft. Az nem. GTA-t online? Na, szép. PUBG visszatérhetem, de jók voltak a PUBG-s live-ok. De élveztem. Fú, vissza kéne hozni. Ugye 700 like, köszönöm szépen! Jobbad meg kutyáidat! Ez mi volt? Nem is, hogy beszéltem magamban, hogy néztem a telefonon. Miért nézem ezt a videót itt a YouTube-ot, azt így ezt dobta ki. Jobbad meg kutyáidat sétáltatod. Hát bazd meg. Ilyen szerelés. Kapcsod már ki! Nem szeretem, hogy csúnyán beszélek. Nem voltam. Szakál volt. Szakál te óta? Itt nézem, de nem tudom ráállítani, ez egy van vírus. Te hangot hallod? Kaptál egy vírust? Csinál. Én csinálom. Én is patolom, lehet, hogy még itt közön. Opsa. Miért lett a hangod? Bekapcsoltad egy zenét? Már is kérdezem magam, és igaz, és nem lenne sem egyre rendben állom. Nagyon sokan vannak. Állam búvom. Helikopterosnak oda kéne adnom a pénzt. Menjünk arra, mint a 15 millió fekete pénzben van. Menjetek arra valahova. Oda... Menjünk arra. Ja, akkor letettem ide. Nem tudom, hogy hova. Itt letettem ide. Jövök oda. Értek így. Tudok egy út. Viszunk egyet. Warzone? Megyünk a több további ATM-ekre. Tess volt az a legközelebbi. Ki az, aki ott ugrat? Aki a másikat kurta, Patrik ide adta? Nem, Patrik nem szeret ki semmit. Mert nem volt, nem tudtam, hogy nem szeretnél abból semmit. Nem ér hozzá, azt mondta.
mit te mértek hozzá, kifúltam én. Várja, hitt fele, menjetek be balhéjra. Szia, mit te mértek hozzá? Szegény szakál. Szegény, szegény. Menjetek el balra fel a hegyre, menjetek el. Aztá! Ez egy állat. Ezt a szakál! Szakál elesett. Segény, ki hol van? Meg nem tud matatkozni. Én jöttem rendesen. Emlékszek ezt a helikopteresre? Itt adott át fegyvert. Hát felül van, ha jobbra megyük, le van zárva? Hetes volt mindenki. Hát azt tudjuk. FIFA 21-et meg kell vennem, mert most lesz egy együttműködésem, és meg kell vennem a FIFA 21-et. Úgyhogy az majd várható lesz, nem hiszem, hogy az én csatornámon. Ha egy kereket, gyorsabb a motor. Hetes volt. És igen, hetes volt. Piros helikopter, nézzék tengem. Én vagyok. Na, utána téged nézzük. Nagyon nyomjuk. Én vagyok, Ámos. Én vagyok, Ámos. Itt a nyár. Most mellett is. Hú, de megijedtem. Hogy nem adja ki. Vajon elkemmel mafondom, hogy számít semmit. Valakinél van fegyver? Fogok füstölni a motorra, csak most valinál van. Nálam van. Holnap Fortnite lesz az új season miatt. Már másodperc alatt le fogok füstölni. Akkor állj meg, ott szívjál. Csütörtökön meg Pestre kell mennem, remélem hazaérek estére live-olni. Ez a június, ez nagyon sűrű lesz. Te hetest fúrja? Hello, Interdark. Én előre megyek, elkezdem fúrni. Jó. Pali nincs sokkal lemaradva, csak hogy legyen egy kicsi idejünk. Odaérjek. Lát engemet? Itt látlak, igen. És nem tudom kézélni. Igen, Slash Fury. Furcsa lehet, de nekem is Slash Fury programom. Kitartás neked is. Elkezdte. Hát ATM-ben most jó pénz van, a zsaruk nem jönnek ki. De nem tudom, hogy most miért nem. Lassi, nem iszol sok kávét. Hát ja, mondjuk korán kezd meg sokat dolgozó, persze. Akkor az ember igényli a kávét. Apának például fáj a feje, nem iszik. De hát az nagyon napi 4-5 kávé sok, nem? Én max egyet szoktam inni. Matek TZ. Renátor, sok sikert a Matek TZ-hez. Ki az, aki évvégére betesz egy Matek TZ-t, igaz? Martinyó, nem tudom kitörni ezzel. Nem akarok nagyon neki menni izomból. Még oldalt vagytok izé? Mazsi, még oldalt vagytok? A letó. Jajaj. Le akartok minket lőni egy izé. Ott volt egy gyerek, le akart minket lőni. Miért? Ott volt. Ott. Hol? Játszott a fejét, azt le akart minket lőni. Hol játszott a fejét? Itt áll. Hát ne hagyjátok magatot. Én megfogszom. Na, hát itt van még, akkor eltökjük. Hát egy sport van. Menjünk oda. Ők a gyerekek. Mindjárt jövünk, Huber. Hol vagy, Patti? Erre én lőbb itt van a gyerek. Merre vagy, Patti? Akkor már a motorra jó. Leszállt, azt gurult egyet. Patri. Nem lehet, hogy valamelyik bokorba van? Lehet, hogy a közelbe. Jó, hát akkor ha nincs itt, akkor nincs itt.
Ugye, mert nem jött ki belőle pénz. Micsoda? Tettem és nem jött. Pont mint szakálnak. Nem jött pénz. Se mennyi? 17 cella, 15 millió. Hallottátok, amit rádiót? És megvan a pénz? Üljél fel a motorra, megyünk a következőre. Megyünk a következőre, ja. Jól van, majd továbbítom egy angyalnak is, akkor jó. A piszkos pénzt sztárkérem, mert ez így nem jó, 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 persze. Persze. Matyikáska írt. Hello! Jó estét mindenkinek! Holnap season! Arrafele nincsen izé ATM. Merre mentek? Paletó vény. A paletó fele nincs, de visszafele már, visszafele sincs már. Ah, igen, képzeljétek el, hogy ott van izé Kingnek a boltja mellett. King van! King vagyok ám most már megint! Is van egy. Akkor hova? Tudod, elhagyottak, amiért ide jöttetek. Kaptam a hotelből jön amúgy 2,7 millió folyamatosan. Azt még Tonytól kaptam azt a hotelt. Onnan jön mindig. Örülök neki. Tony rám hagyta ezt a szép örökséget. Kis aranyos Tony. Tony Montana. Szia Karolina, hello, hello. PUBG legyen? Kéne PUBG-zni. Múltkor 12 órás live-on Komival hogy nyertünk már. Az nagyon szép volt. Még 2 óra hossza volt mindegyik streamre, vagy mindegyik játékra. Mondjuk 1 óra volt a horror, meg 5 óra volt az RP. De durva volt. Durván nyomtuk. Fordulj be jobbra, motorral. Jó most. Lesz egy bolt, utána keresetek egy ruhaboltot, menjetek a bolthoz. Térképen láttok egy boltot. Megyünk. Szia Xbox fan, hello, hello. Szép estét neked. Itt lesz a King Bolt, itt mekkora lövöldözés volt, emlékeztek? Itt lootoltam a 762. Ja, 762-es. Nem tudom, Slash Fuli. Ja, itt területe újra járható, ezek szerint erre most ki fognak jönni. Most gyertek itt a víztoronynál. Itt a víztoronynál szemben van egy ruhabolt. Gyertek tovább. Kis ruhabolt. Ott lehet törni. De ügyes vagyok. Mert kezdtem mondjuk egy motorod, ami szerintem gáz. Akkor így elkapom, mint a tomor. Motoron lőjön és kész, mert az bír lőni mozgó helyzetet a hátsó. Jobbra megyünk majd, vagy Huber neked balra. Elkezdte. Mi az rossz ötlet? Jobbra meg balra. Egy szembe fel a hegyre, oda biztos. Igen, igen, oda. Szembe fel a hegyre. Az a cél, hogy oda főmenjünk. Hogyha jönnek a zsaruk. Én valószínűleg elbújok már. Kettem vagyok. Ja, hogy ne lassítsad. Jó. Hát de megoldja, nem? Megoldja. Hazapők jött egy kicsit, egy kicsit kiló pászat. Nem bír. Igen, ez ízla, rendesen. Aztán kérdezik, hogy még sem mondom, azt visszaadtam. Jönnek a rendőrök így. Fóz, legközelebb légy szíves. Ezt már kapod is a fejest. Szakál, az a... körbeverni a zsarukat. Főleg, hogyha kocsiba ülnek. igen. Szakál, te állat! Jó, nem baj, legalább így lesz pénzünk. Igen. Rocky, én nem. Fiúság. Nyert 128 milliót. Azt a... Valaki megint kaszinózik, rendesen. Rom, te be. Mit csinált? Narutózó? Meg vagy az ő, ugye? Jó. Azt hittem szakáll adta ki ezt a hangot. Hát más pénzszerzési lehetőségünk jelenleg nincs, mint ATM-eket fúrni. Ez hihetetlen. Mondjuk jó volt ez a bujkálás a rendőrök elő, csak el kellett volna menekülnünk.
kaszinózni így a végére? Működik a kaszinó? Ezután lehet beúrok pár millát főtenni Blackjackre. Elvileg már nagyon nehéz járni. Nem, csak bukok. Mi nehéz járni? Szerintem... Csökkentették a szerencsét. Nem jó, egy csomó pénzt el fogsz bukni. Nem, csak egy-két milliókat rakok rá. Hogy ne? Utána jön majd a frakciópénz, aztán megint ott vagyunk, hogy a nullán vagyunk. Ha, nem játszottam eddig se frakciópénz. Egy-két milliót rakott rá, az másfél milliárd lett belőle. Kedves Anna, nézd szét a csatornán, változó videók vannak. Vannak a live-ok általában a gameplay-ek, de szokott beszélgetős live lenni. Le lesz zárva, úgyhogy arra nem fogtok tudni menni. Vannak vlog videók, családi videók, minden, mint a búcsúba. De a 19-es a bázisunk alatt van. Hát akkor el kéne menni kaszinózni még így a végére. Két millióból csinálnánk egy milliárdot. Mindig duplázunk, jó? Mindig duplázunk. Na jó van. Álljál már meg a bálok középről, és találunk egy képet. Na, így vagány lesz. Megvan. Szuper. Köszönöm, onnan nézz körül, aztán majd meglátod. Tripla, főteszünk, mindig 2 millióval kezdünk, csinálunk bele 4-et, csinálunk bele 8-at, 16-ot, 32-t, értitek? És valaki a BMW-n veszekednek. Mennyit kaptál, Rocky? Nehezebb lett a Blackjack? Mi lett nehezebb? A Blackjack, az hogy lehet nehéz? Érted? Az hogy lehet nehezebb? Álmok, annyit buksz. Csak nem, nyerni kő. Sok cella van megint. Igen, Dominik. Most megszedjük magunkat piszkos pénze. És ki kell most mondani? Ja, hát csak meg kéne találni, hogy hol van a pénzmosó, mert nincs meg. Megveszem. Tudod, mennyit kínáltak ma nekem érte? 1 milliót, hogyha megmondom. Ja, fel is írom ezt a telefonszámot. Millió jött ki. Jó. Majd beszélek egy angyal az előző esetről, amikor nem jött ki nekem se pénz az ATM-ből. Akkor mi legyen, menjünk a navoshoz, vagy valami nincs tepe? Valahol kéne menni. Még, mert most belejöttem, csak az a gond, hogy... Több atyám megkettünk. Itt nem lett kapat. Pali főnök, majd nézze az applikációt. Jó, majd nézem. Ott a telefonon. Jó. Volt, mert megnézem, hogy itt van-e atyám megkettő. Blackjack keremény több lett? Nem? Kétszeres? Csen... Nincsen. Semmi. Ha menjetek a naphoz, hozunk át ilyen... Jó. Még a napnál megfúrjuk. Amikor leállunk, majd hegeszni az atyámet is lesz a közdebe, benzik, hogy valaki tankolja meg az enyém ezt így cip. De itt megy el egy rendőrségi heli. Mi motorozgatunk. Jaj, de megváltozott hangod, Mozsi. Vigyázzatok, ugye? Nem, mit csinál itt? Normális maga, Margit, normális. Aztán küldöm neki. Szia, Anna. Szép estét neked, jó pihenést. Nehogy összeütköznek ezek az állatok. Jaj! A tábla! Bakker kulcs!
Majdnem elszálltam. Hú, de jó nézett ez ki. Frissít a napnál pontosan hol. Tankolunk, nem? Hú, gyerekek, ez a motoros vezetés, ez durva. Na most. Na. Nem tudom megtankolni. Ja, te. Leszállsz. Szuper. Szia valaki, jó éjszakát neked is. Á, ne. Te gyere. M-Mark, hogy mit szeretnél látni? Ez durva. Kolos nagy! Kicsapja a szponzort! Hát hihetetlen! E-mail címet kérek szépen, jár a két darab dedikáló kártya. Hálás vagyok a tagságodért, élvezd az emótokat. Van külön Discord szerver is. Köszönöm szépen, aranyos vagy. Ez a naphoz. Eleti utcába. Tudod merre van? Tehát a nap mellett. Ja, itt van a nap. Jó, kiabál, megyeget, persze. Napnál megfúrjuk. Tudok, mert ott az autó. Itt menjünk ki, tegyünk úgy, mintha csak eljöttünk volna akkor, hogyha itt van autó. A mellettek. Jaj. Pakoljuk ki, nem lehet kipakolni. Csodát. Nem, mert közel van a garázs. Nem menjünk vissza, fúrjuk meg. Miért pakolták ki? Ez, nem tudom, mennyire van tudom azt. Ja, Bálint, tehát nem mindegyik ad, de levideózták a srácot, és majd odaadják az adminon. Biztos vagyok benne. Te honnan ide? Viszont itt a közelben úgy tudom, nincs kurható ATM, de nem tudom, de kéne még. Van egy a városban, a régi tetováló falon egyikén jön. Meg van a fodrász üzletnél is. De mit szóltok így a 25-ben az útba fog esni? A határnál is van egy. Egy határ. Van egy benzinkút, és a mindjárt adományos benzinkút. Most megszedjük magunkat ebből a pénzből. Főteszik Fraki számlára. Benzinkútra. Ja, nem tudjuk, még nincs kimosva. Azt a... És benzinkút. Szia, Flash. Ja, és ott van benzinkúton egy ATM, tudom, de oda... Szia, Kolos! E-mail címet ide chatre írd, légy szíves, és a moderátorok továbbítják nekem, jó? Na, várj, itt vannak. Várj, ezek... A hívonál is, ha megyünk. Hát szerelik az autóját. Ha igen, hogyha nem lett volna itt a szerelő, akkor... elbírtuk volna kérni egy kis tisztát a gyereknek, de hát most... Mennyiért tankolom az Audit? Mármint hogy mennyiért? 28-é megy tele, azt hiszem. De a jobb dízel tankolom bele, 4-60-é tankoltam. Viszont, hogyha mi elmegyünk oda, még útközben kell venni egy ATM megvesztőt. Hát eszik az autó azért. De jó megy. Most volt szerelőné, olajcserén, meg átnézték, kisebb hibákat kiküszöbölték. Most rendben van az autó. Örülök neki, mert megbízható autó, meg biztonságos. Sokkal jobban biztonságban érzem magam, mint a Peugeot-ba. Úgyhogy ilyen hosszabb utaknál vettem észre azt, hogy igen, kellett ez az autó valójában is. Elején picit rossz éreztem magam, hogy annyit költöttem magamra. De kell. Közönség találkozok, meg most is kell mennem Pestre majd, meg mindenhova. Úgyhogy kell. De valaki kommentett, hogy a vállalkozásba kellett volna fektetni. Hát éppen a youtuber vállalkozásba lett fektette az ilyen közönségtalálkozókra járás, meg ilyenek. Úgyhogy ja. Most eddig, ha jó számom, akkor van vagy 55 millió piszkos pénzünk, nem? Hát... Meg hogyha megkapom a pénzt azért, amiből nem jött ki pénz, akkor még lesz egy kicsi. Ja, meg most még Németországban is nyáron? Nem jött ki semmi, akkor abból is jön még.
Pesten? Július 24. Még kicsit azok kapom az, amit nem igaz, akkor kapom is ilyen légekevés. Július 24-én leszek Pesten. Július 10 Tata, július 17 Nagykanizsa, Nagykanizsa. Hát adjatok július 24. egy 3-at azért, hogyha megyünk még valamelyikre. Drága lesz. Várj, mi vigyázzunk, mert itt a 19-es volt. Hát egy sem. Más van amúgy. Mikál, hát gyertek, forduljunk le. Forduljunk le, itt a 19-es volt, le van zárva. Itt van a zsaru. Menjetek valahová, ahol szúrtok. Német utat logolod? Igen, azért szeretnék laptopot venni. Úgyhogy most az ilyen tagsági pénzt, meg ilyeneket, dolgéteket ebbe fektetjük, mert akarok vágni nyaralás közben is. Már nem vagyunk, már mindjárt beérünk a városba. Menjetek vissza. Le van zárva a bolt területe, nem bírunk arra elmenni. Donate-gól? Azért, mert PayPal-en, a PayPal-en most nem lehet donate-elni, Béci. Mert mondok egy benzinkot, PayPal... Be, kéne írnom a PayPal-nek, mert hogy sok donét érkezett ugye folyamatosan, és a PayPal ezt nem tudja hova tenni, hogy miért érkezik ennyi, és akkor kell írni nekik majd. Mondjátok gyorsabb címet, ha akarjátok, hogy menjünk. Jó ez a kis motorozás. 7-es benzinkút, menjetek oda. 17-es benzinkút, jó? Jó. Mohácsra? Hát nincs messze, voltam már ott buszújáráson. Sziasztok. Köszi Kolos, akkor írjál e-mailt, légy szíves, jó? Ez utat kérdezni, hogy minden 7-es bolthoz, mert nekem leesett a vértukom, meg mindenem. Huhú! Nem tudom. Vagy hát, igen. Izé. A... De az Artian megeszik, majd azt leszálltok és akkor odaadjátok, vagy valami. Ballagás? Tamás, gratulálok, sok sikert az élethez. Melyik Artian? Ahol van a mögöttünk lévő motoros, ketten vagyunk. De letettem a fakát, mert elmem. Jó. Köszönjük. Ez az a fehér autó. Jajjaj. Kérdezik, megyek készen, megoldom. Hogy lehet megszerezni az RP-t? Van videó róla. Követ titeket, az a fehér autó. Na itt jön még. Kacsoljuk, le kell kapcsolatni a fehér autót. Akivel ütközött, de jön tovább. Ez! Álljon meg, álljon meg! Felett szólítom. Mit csináltok itt amúgy? Itt el lehet? Mit csináljunk velük? El lehet rabolni őket? ATM-nél nem lehetünk. Felszólítottak? Igen, igen, igen. És el is mentek. Ők szólítottak? Fegyvert is fogtak, igen. Fegyver. Van fegyverük. Jó, van, elmentek. Az ATM elgettünk. Gyerünk, gyerünk. Azt le kellett volna puffantanom, hogyha fegyvert fogtak a társamra. Le kellett volna lőnöm. Elkezdte. Tankolják a helikoptereket. Micsoda? Ott van a kocsiból. De fegyvert fogta? Ők szólítottak fő? Mm-hmm. Hát akkor miért menekültek el, ha fő szólítanak? Már tudom. Látták, gondolom, hogy két heli van itt, minden aztán... Ja, lehet. Leszartak. Ha menekültök, ott van szembe a füves rész. Ott ugrassatok be az autópályára, ott csókolod. Jó, ha jönnek, okés.
főn betett a búrát, és a videót. Gratulálok, hogy felvettek titeket, örülök neki. Érjétek el az álmaitokat, céljaitokat, de az fontos, hogy nem a tanulmányi eredmény fogja meghatározni, hogy mennyire lesztek sikeresek. Ez nagyon fontos. Sok sikert. Oké, köszi Rocky, köszi. Köszi, köszi. El leszünk pár milliárdot? Porsche. Ilyenkor nem jött ide, ugye? Tudom, most ott megállgál. Ez egy Ferrari F40-es. Menjél le, jövök kicsit. Mögé. Köszönöm Gergő, a mai videót láttátok? Megint kaptam a pofont, pofonosztás volt. Autószerelő? Persze, apu nagyon. Motoros. Már csak azt nézzük, hogy mennyi volt az Audi javítatása. Igen, meg lehet nagyon. Hiány szakma, például a köműves, felsőtőasztalos, ilyenek, hogy kezdenek háttérbe szorulni, mert mindenki ugye irodai munkát akar, vagy ilyenek. Úgyhogy ja. Ukrajnában már mostában sajnos nem. Megállt a motoros. Zsaruk, nem jönnek. Búldozz-e, kiugrom! Jól vagy, búldozz-e? Miért? Gyertek, most itt van egy autó. Oda megy hozzátok. Csak tankolni jött. Igen. Tovább hajt. Megvan búl, vagy mi van vele? Ja, megvan, megvan. Kicsit megint, megint medencét néztem. Hú, én a villanyszerelést én fénék. Én mindig fénék, hogy megráz az áram. Nem szeretem amúgy. Toros az meg mindig itt szórakozik. Nem zavarni jöttem. Jó napot, semmi nem probléma. Nem. Csak tankoljon, azt menjen tovább, uram. Szép napot. Szép napot. Nem akart bajt, csak tankol. Ja nem, egy motoros itt a távolabból. Huberto, nagyon nyomod ezt, nagyon belejöttél. Igen, itt egy motoros. Ki vagytok? Vagy nem, nem, az nem tudom ki. Tudjak neki? Ér az is. Elkaphatom? Menjen arra, hogyha nem tankol. Elnézést. Már megyek is. Ja igen, 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 Márta, igen, 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 az más. Utána én megyek haza. Akkor mindenki megy az utána, úgyhogy nem csak te mész. Jó, jó. Jön egy autó. Itt ez a kocsi, ez nem hiszem el. Te ez én is szerintem napnál. Jaja. Jaja. Jó napot. Lapos. Mi újság? Tankolni vagy engem most meg fognak tankolni? Nyugodtan tankoljon. Tankoljon, de utána menjen. De utána menjen, mert veszélyes. Na itt a rendőr. Megjött a rendőr. Megjött a rendőr, megjött a rendőr, gyerekek. Sziasztok, uram. Ez dinnye volt. Ugrassunk be majd a pályán, aztán kész. Az a Mercedes is zsaru? Hmm. Hát ott van balra egy zsaru. De ott a Mercedes. Igen. Akkor a domb fele megyünk. Az a Mercedes az hatósági? Megvan az ATM, akkor mehetünk. Akkor húzzatok el onnan, légy szíves, ha megvan a bátyám. Szembe, ott szembe, szembe, jobbra. Gyere, tűntem. Oszta! De király volt ez az ugratás. Kergeti az izét a nagyon szép. Mercedes, és azt hiszi, hogy a Mercedes is szép. Ja, szép. Ja. Csukiznak, hallod? Nagyon megy, szép. Ha megy utána. Szép. Ezt az megúsz. Hát gyerekek, ez komoly volt. Volt mindegyiket, jaj, rossz felé mentem. 12 cella volt, mindegyiket kiszedtem. Jó, indulás haza. Három.
Gondoltam kifurhattuk volna egy darabot. Jó, mehettek, csak én megyek haza. Tegyük el későbbre, tegyük el későbbre. Kevés van a balkon, vagy egy... Erre megyek ki, ott egy rendőr, akkor már jönni fognak többen is. És van az éve egy 5 darab. Vigyázzatok, itt volt a Merci is, jön utánunk szerintem. Utánunk fordult. Én már erre vagyok. Csak amúgy motorra, mert most nem látunk titeket. Most megyünk a 19-es boltra. Hát de oda nem menjetek. Rendőr, menjetek, az ott jönnek. Azonnal fogunk jönni. Hegyekbe menjünk. Hoppá, jön a zsaru. Határnál menjetek. Jajaj! Tök. Aki mondta, hogy jön a zsaru. Zsaru mögöttem. Elment mellettem. Ez máshova megy. 19-es bolthoz. Nem menjetek 19-es bolthoz, mert ott vannak. Fel a hegyekbe át. Neki menjen ha valahogy haza. És ott van valaki, kinek adhatom át a piszkos pénzt? Meg vagyok. Ilyen, a hegyekben menj, a 19-es volt, le van zárva. Jó. Holnap Fortnite lesz. Az új season miatt. Ezt néztem 7-es volt, mert van egy kis, egy elég nagy gond. Na mi? Megyek. Mondhatni, fennakadtam a kerítésen, de úgy teszkori majd, ha ki ide jön, azért látja. Úgy tegyük le. És merre kell nekem menni? Ó, mamika! Eltévedtem, gyerekek! Eltévedtem. Jó, így most jó, jó fele megyek. És keresnek a zsaruk? Hát nem tudom, nem biztos, de jó volt ez az ATM fúrás. Megyek itt hegyekbe össze-vissza. Pali, merre vagy? Megyek hazafele, csak mindenen keresztül. Baj lesz. Van nálam 16 misi fekete pénz, azt kinek adjam? Egy ember négyére gyűjteni tudom. Jó, jó, nagyon jó vagyok. Úgy van most, hogy el kell majd intézni a kimosását. Meg én beszélek egy angyallal arról, ami nem jött pénz. Gyere ide vissza! Gyere ide vissza, de nagyon gyorsan. Na, jó, jó, azt jó megkerültük. Szép volt. Kezdünk ráérezni itt a motorvezetésre. És erre a következmény, amit csináltál. Ki csinált? Hol vagy felakadva? Itt vagyunk a boltnál. Megjöttem. Gyertek hátra a kerítés, ez a bolt. A boltnál, gyertek hátra a kerítés. Na, köszönöm ezt a mai napot. Pali, kinek adjam a fekete pénzt? Aki tud rá vigyázni. Hát épp ez az, hogy én nem tudok. Ma már kétszer elájultam. Juhá. Nem emlékszek rá. Én szüzéhez nem. Na, adjam neked boldozat. Köszönöm mindenkinek a mai napot. Jó éjszakát. Ja. Sziasztok. Hello, hello. Na, hát ez jó nap volt. Nem, nincs egy kuka, amit bele nyúltál. Kuka. Jó kis nap volt, köszönöm szépen. És most eléred még a kukát? Mindenkinek, remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Aki tagját felveszem vele a kapcsolatot, holnap 6-tól 9-ig akkor találkozunk. Fortnite Live, illetve csomagbontós videó. Úgyhogy ez lesz. Köszönöm a moderátorok segítségét, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem élveztétek. Holnap találkozunk, jó? Mindenkinek jó pihenést szeretnék kívánni, kitartást a kedhez. Lesz videó holnap, Gábor, így van. Szia Dominik, szép estét. Jó éjszakát mindenkinek, a legjobbakat nektek, és találkozunk holnap. Sziasztok! Hello, hello! Sziasztok, sziasztok! Köszönöm, hogy itt voltatok. Hello, hello! Hello, hello, hello! Sziasztok, sziasztok!